Köszöntöm kedves nézőinket, Novák Zsüliett vagyok. Nézzük mai kínálatunkat. Elsőként versestárunkból hangzik el egy költemény, majd hírbeszámolónkkal jelentkezünk. Ezt követően stúdiónk vendége lesz városunk polgármestere, Vicsi László. Ezt követően kitekintőnk jelentkezik, majd Molnár Szabolcs Sztárportré Vidámságok című műsorában összeállítást láthatnak a korábbi adásokból. Ezt követően Hargitainé Csendes Mónika a jelzőrendszert érintő változásokkal kapcsolatos előadását hallhatják. Végül Pitti Katalin, Liszt Ferenc díjas magyar operaénekes, érdemes művész előadó estjét hallhatják. Tartsanak velünk! Annyi bizonyos, hogy a vers jó a léleknek, erre pedig napjainkban is mindenkinek szüksége van. Versestárunkból hangzik el egy költemény. Petőfi Sándor, Szeged Szeggel. Jaj, a hátam, jaj, a hátam, oda van? Szomszéd bácsi kiporozta csúfosan. Átkozott a görcsös fügykös somnyele, mellyel engem oly pogányul cséplele. Miért is tarthat kertet, s benne körtefát? És az Isten rá gyümölcsöt mire kád? Csábítólag kandikált a körte rám, csábjait ki már sehogy se állhatám. Átugrottam a palánkon, átesém, hogy megingott bele májam és vesém, és nem elég ez, szomszéd bácsi rajta kap, és akkor jön ám a valódi hadd elhad. Én teremtőm miért is értem a napot? Megrakott, hogy minden csontom ropogott. Nesze, monda, nesze másik, harmadik, e a minden tudó tudja hányadik. Jelen volt a holdvilág is a lagzinál. Búsan nézte szomszéd bácsi, mit csinál. Fellegekből vett magára gyászmezet, és megosztva szenvedésem, könnyezett. Ő csak ő nem könyörül le egyedül. Három a tánc, mondta, és egyre hegedült. Hegedült a botta a hátam közepén, keservesen siralmasan jártam én. De szen, jól van, kiheverem én e bajt, s visszakapja még a kölcsönt, vissza majd. Tudjuk hányat vert az óra, tudjuk ám, ön is rakat űzze rossz fát, bácsikám. Ablakunkhoz esténként miért csompolyog? Vettem észre, hányadán van a dolog. Ő más szemében a szákát megleli, és az övében a gerendát feledi. A deákné vászonánál ő se jobb. Engem dönget a lopásért, és szinte lop. Lopni jár ő, csókot lopni nénihez, miközben anyánk a Bibliában levelez. Tegye lábát ablakunkhoz ezután. Fogadom, nem nézek általa szitán. Megugratni, vagy anyánkat hívom át, vagy leöntöm Dézsa vízzel a nyakát. Kedves nézőink, híreink következnek. Nézzük először röviden. Sikeres volt a Pomáz napja rendezvény. Aktuális információk első kézből. Október 25-én ismét szülők klubja. Véradás a Pomázi Vöröskereszt szervezésében. Egészségnapi futás a Mátyás iskolában. Október 19-én 18 órakor a pomázi 50 pluszosokat várják a könyvtárba. Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezünk Pomázon. Pénzügyi előadót keres a hivatal. Nézőink közül valószínűleg sokan részt vettek Pomáz egyik legnagyobb rendezvényén, a Pomáz napon. Az idei évben sajnos az időjárás egy kicsit átszervezte a programokat, ám ennek ellenére sok pomázi fordult meg a családi, civil napon. A rendezvény szervezőinek Szabóné, dr. Bartolomeai Krisztina jegyző mondott köszönetet a szeptember 27-i ülés zárásaként. Egyrészt nagyon szeretném megköszönni a Művelődési Háznak a sokadjára történt szervezést,
mint a város közútkezelője egyébként külön örömmel fogadtam, hogy nem voltak lezárások, hogy szabadon lehetett menni. Csak egyes szakaszokon, ugye, ahol a vásárosok voltak, és ahol tulajdonképpen a sátrak voltak, azon a részen volt egyébként a forgalomkorlátozás. És azt kell, hogy mondjam, hogy a rendezvény rendkívül jól sikerült. Összességében ugye miután az engedélyek kiadásában, illetve az engedélyeknek a beszerzésében a polgármesteri hivatal is részt vállal, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy eddig is nagyon jó volt a művelődési háznak a gárdája, de ebben az évben én úgy éreztem, hogy ez az összeszokott gárda, ez most különösen nagyot alakított. Flottul, minden pillanatban ott voltak, tették a dolgukat. Ha megakadt a dolog, például leszakadt az eső, a jóisten úgy döntött, hogy akkor 3/4-1 tájba ugye mégiscsak esnie kellett. A legrövidebb időn belül betelepítették a nagy színpadról a dolgokat. Olyan különböző műsorokkal gazdagodott a város, mint egyébként az egyik képviselőnk által megszervezett ugye a város legerősebb embere verseny, aminek egyébként nagyon sokan örültek, és azt mondták, hogy igen, szeretnének még újabb és újabb dolgokat. Igen, az ökörsütés minden évben hatalmas siker, de most is keresték a rétest, hogy hol van. Mondtuk, hogy az ugye évekkel ezelőtt volt, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a városnál egy nagyon jó visszacsatolást látunk. Egy igazi közösségi szintérré kovácsolódik, és külön öröm számomra, hogy délelőtt, annak ellenére, hogy ugye délben már elromlott az idő, rengeteg kisgyerekes volt ott, akik egyébként hétfőn, ugye az óvodákban, iskolákban azért csak elmondták, hogy jól érezték magukat. A szülők is azért valamilyen szinten megjelenítették az örömüket, hogy ezen a városnapon részt vehettek, és azt kell, hogy mondjam, hogy gazdasági szemlélettel rendkívül takarékosan gazdálkodott a művelődési ház ezzel az egésszel. Azt azért tudni kell, hogy minden évben azért a képviselőtestület a környékbeli városokhoz képest egy jóval alacsonyabb költségvetést határoz meg erre a napra. Tehát azért ezt kilogisztikázni, hogy ebből a pénzből kijöjjön ez a rendezvény nap, reggeltől késő estig, én meg voltam elégedve, mondom, a gazdasági vonulattal is, tehát én még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm a művelődési háznak, és mindenkinek, aki egyébként ebbe tevőlegesen részt vállalt. Az elmúlt héten városunk polgármestere Vicsi László volt stúdiónk vendége, akivel aktuális témákról, a város gazdálkodásáról, futó és beadásra váró pályázatokról, folyamatban lévő fejlesztésekről és különböző témákban cégekkel folytatott tárgyalásokról beszélgettünk. A beszélgetést teljes terjedelmében a híreket követően hallhatják. 2017. szeptemberében kezdődött a 10 alkalomból álló szülőklub elnevezésű rendezvény sorozat a Felzárkózunk Alapítványnál, melynek megvalósulását Vicsi László polgármester saját keretéből támogatta. Az előadás sorozat az eltérő fejlődésű gyermekek családjainak nyújt tájékoztatást széles spektrumban a fejlődési anomáliákról, tünetekről, terápiákról. Ezek az alkalmak mindig szerdai napokon lesznek a hónap végén 2018. júniusáig. Szó lesz diszlexiáról, tanulási nehézségekről, tanulási zavarokról, pszichés problémákról, serdülőkorról, autizmusról, különféle terápiákról. Október 25-én a második alkalomra kerül sor a Felzárkózunk Alapítvány tornatermében. Az időpont 18 óra. Mátrai Bernadett logopédus a beszédhibákról, beszédfogyatékosságról és a terápiákról fog beszélni. A szakember tájékoztatója után lehetőség nyílik a szülők kérdéseinek megbeszélésére is. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a hazai térítésmentes véradás szervezésében. A Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete közel 180 településen szervezi a lakossági, munkahelyi véradásokat. A Vöröskereszt pomázi szervezete a közelmúltban alakult meg, és október 10-én már a második önkéntes véradást szervezték meg Pomázon, a művelődési házban. A véradás teljes folyamata mintegy 30-35 percet vesz igénybe. Első lépésként regisztrálják a véradó adatait, minden véradás alkalmával kötelező bemutatni a személyigazolványt, lakcímkártyát, illetve a tajkártyát.
A regisztrációt követően a véradónak ki kell töltenie egy az egészségügyi állapotára vonatkozó kérdéseket tartalmazó kérdőívet, melynek alapján a kivizsgáló orvos eldönti, hogy a jelentkező alkalmas-e a véradásra. Az orvosi és laborvizsgálat alkalmával vérnyomásmérésre, hemoglobin szintmérésre, illetve a fő vércsoportok kerülnek meghatározásra. Amennyiben a véradó minden kritériumnak megfelel, úgy leadhatja vérét. A vér leadása nagyjából 5-7 percig tart, majd 10 perc pihenés után távozhat. A Pomázi Mátyás Király Általános Iskolában már hagyománya van, hogy a tanévben egy napot az egészséges életmód fontosságának szentelnek. Ez az apropója az egészségnapi futás megrendezésének, melyre már évek óta Pomáz futónagykövete, Sallai Zsuzsanna, a Pomázi Futóbajnokok SE képviseletében együtt fut a gyerekekkel és a vállalkozó kedvű tanárokkal és szülőkkel. Nem első eset az sem, hogy a Hét Színvirág óvoda is megjelenik szép számmal és az óvónénik segítségével végig futják a rövid távot. Hogy sérülést ne történjen, Bruckerné Mikula Ildikó és Sallai Zsuzsanna bemelegítették a futókat, majd először az elsősök és az ovisok indultak neki az 1 kilométeres távnak. A második, harmadik és negyedik évfolyamosok 2 kilométeres távot teljesítettek, az igazán nagy erőpróba a felső tagozatos gyerekekre várt, akik 6,1 kilométeres távot futottak le az egészségnapon. A megfáradt futókat friss zöldség és gyümölcs várta a célban. Egyre lelkesebbek. Minél többet futok itt a környező utcákban, annál többen jönnek, és annál többen indulnak velünk. Úgyhogy én azt veszem észre, hogy kezdenek, és egyre emelkedik a kor. Tehát most már azt látom, hogy sokkal több a hasonlókor futó, mint amilyen én is vagyok. Ugye én 50 éves vagyok, úgyhogy... Tehát tulajdonképpen nem csak gyerekeknek szól ez a sport, sőt, én azt gondolom, hogy a hosszú távfutás meg inkább a 40 fölöttieknek a területe. A Pomázi Egészségklub szervezésében Pomázon is elindult a Senior Akadémia. Az akadémia a Zsigmond Király Főiskola idős képzési programja, mely az évek során a legnagyobb senior képzési hálózattá nőtte ki magát. Az életen át tartó tanulás jegyében meghirdetett oktatási program izgalmas és sokrétű. Az idős képzés célja az 50 év feletti generáció összetartásának növelése, egymás jobb megismerésének segítése, a szellemi frissesség megőrzésének biztosítása, az igények és lehetőségek feltérképezése. A különböző témákban meghirdetett előadásokat magasan képzett tanárok közvetítésében hallgathatják meg a résztvevők. Az akadémia következő előadása október 19-én, csütörtökön 18 órakor lesz a Pomázi Könyvtárban. Pomázváros önkormányzata október 23-án délelőtt 10 órakor tartja az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi megemlékezést a hívállomásnál lévő 56-os emlékműnél, melyre tisztelettel vár minden pomázét. Ünnepi beszédet mond Sarkadi Attila önkormányzati képviselő. Közreműködnek Szabó Anna és Bálint Ákos néptáncosok, Balázs L. Gábor versmondó. Az eseményen átadásra kerülnek Pomáz díszpolgára és Pomázért díjak. Az ünnepséget követően koszorúzás lesz 11 óra 15 perckor a Városháza parkjában, az emlékműnél és 13 órakor a pomázi temetőkben az 56-os síroknál. Pomázváros polgármesteri hivatal pályázatot hirdett pénzügyi előadó munkakör betöltésére. A munkakör legkorábban 2017. november 1-től tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje 2017. október 26-a. A pályázatok benyújtásának módja postai úton Pomázváros polgármesteri hivatal címére, vagy elektronikus úton Vargáné Márkus Mária részére a vargáné.markus.maria@pomaz.hu e-mail címen keresztül. További részleteket a város weboldalán olvashatnak. Kedves nézőink, hírösszeállításunkat láthatták. Útközben otthon vagy, otthon mobil vagy.
Magenta egy rád szabva. Mobil TV internet, ha akarod, korlátlan mobil internettel. Válasz hozzá Huawei P10 okostelefont Magenta 1-esként 0 forintért. Új mobil előfizetéssel. Telekom. Együtt. Veled. Azt látjuk, hogy nektek az otthon nem ér véget otthon. Ezért miattatok, mostantól a Telekomnál a Magenta 1 korlátlan mobil internettel is elérhető. Mobil TV internet, ha akarod, korlátlan mobil internettel. Egy csomagban, kedvezményesen. Telekom. Együtt. Veled. Otthon mobil vagy, útközben otthon vagy. Magenta 1 rád szabva. Mobil TV internet, ha akarod, korlátlan mobil internettel. Válasz hozzá Samsung Galaxy S8 Plus okostelefont. Magenta 1-esként 0 forintért új mobil előfizetéssel. Telekom. Együtt. Veled. Beszéljünk nyíltan. A következő percekben városunk polgármestere lesz stúdiónk vendége. Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Beszéljünk nyíltan című sorozatunk, melynek vendége Vicsi László polgármester úr. Szervusz, polgármester úr. Szervusz, én is üdvözlöm a kedves nézőket. Arra gondoltam, hogy a testületi ülés óta elég mozgalmas napjaid voltak, tárgyaltál itt, tárgyaltál ott, hogy először is ezekről számoljunk már be. Milyen területen voltak ezek a tárgyalások, mire jutottál velük? Hát ugye két fontos terület, talán az egyik, ami a legjobban érinti a lakosságot, az új szemétszállítási cég. Hiszen a szemétszállítási törvény alapján nekünk minden egyes településnek az eddigi közszolgáltatóval fel kellett mondani a szerződését, és a kialakuló 22 regionális szolgáltató egyikével, tehát ami a területileg illetékes, azzal kell szerződést kötnünk. Most ez a mai nap volt egy több mint két órás tárgyalás eznek a céggel, aki egyedül jogosult ezen a területen, azt hiszem 40-45 település szemétszállítását fogják átvenni, 18 településen már dolgoznak, ez a Zöld Bicske nevű cég. Akik jártak nálam és tárgyaltunk ezzel kapcsolatban, én azt gondolom, hogy ebben az évben meg is tudjuk velük kötni a szemétszállítási szerződést, és lesznek benne olyan dolgok, amit nagyon fognak örülni a lakosok. De ezt még nem tudom elmondani, hiszen nincs megírt szerződés. De... gondolom a zöld hulladék. Igen, valami ehhez hasonló lesz. Szeretnénk teljes mértékben ugyanazokat a szolgáltatásokat kapni, mint a szomszéd település Budakalász, aki már évek óta ezzel a céggel dolgozik, és ott ez a fajta szolgáltatás is működik. Úgyhogy igyekszünk mindennek eleget téve az eddigi meglévő szolgáltatásokat bentartva, és plusz szolgáltatásokkal kiegészítve, már egy olyan új szolgáltatást biztosítani jövő év elejétől, vagy még ez év karácsonyától, ami már kicsit komfortosabb is lesz az eddigi szolgáltatáshoz képest. Igaz, hogy nem tud sok mindent elárulni, de hogy a díjban valami változás lesz? A díj nem emelkedhet. Ugye ez törvény, a rezsicsökkentés szabályai, illetve a rezsicsökkentés törvény alapján nem emelkedhet a díj, úgyhogy ilyen díj emelésről szó sincs. Ebben. És a VSRT-vel mi lesz? Hát ezt nem tudni. Ugye a VSRT, ugye szentendrei cég, ugye ő nem kapta meg a megfelelőségi tanulmányt. Elképzelhet, hogy ennél a cégnél alvállalkozóként fog dolgozni. Ezt nem tudok erre mit mondani. Én kérdeztem, a cégvezető azt mondta, hogy még nincs kiforrott álláspont. Még valamit kérdeznék ebbe a lomtalanítással kapcsolatosan. Most van ugye a háztól szállított lomtalanítás. Ez a szerződésbe akarjátok, hogy ez valami ez ugyanúgy maradjon? Ez ugyanúgy lesz benne. Tehát nagyon sok mindent átvesz akkor ez a cég. Igen, és ezt mondtam az elején, és szeretném még ezt kibővíteni. Véletlenül ráhibázva esetleg a zöld hulladékkal kapcsolatos kéréseknek megfelelően is. Ezzel kapcsolatosan gondolkodott azért az önkormányzat egy zöld udvarban, és akkor ezt el lehet vetni? Igen, hogyha olyan közszolgáltatást tudunk kötni, ami biztosítja az időszakonkénti zöld hulladék elszállítást tavasz-ősz, és ennek az időszaknak, ugye főleg amikor ezek úgy nagyjából keletkeznek, akkor nincs szükség ilyen zöld hulladék udvarra. És melyik az a másik cég, akivel tárgyalunk? A Magyar Közút járt nálunk ma egy hétfős delegációval, úgyhogy hát évek óta küzdünk, hát a városon átmenő főút, az a Magyar Közút tulajdona, és hát látjuk, hogy miközben a városunk több területén azért szépülnek, épülnek az utak, a Magyar Közút által fenntartott és tulajdonában lévő út, ugye a Hősök tere körforgalmától fölfelé, hát enyhén rosszabb állapotban van.
És a legkatasztrofálisabb állapot az a Marcibolt környékének a területe. Ezért írtunk, és ezért hívtuk őket ki egy konzultációra. Itt kémi államtitkári segítséget is kaptunk, úgyhogy meg is jött a csapat. Át is beszéltünk velük mindent, és azt tudom mondani, hogy a mostani, mai ígéretek alapján ez évben még a falunak a felső részén, a főutcán a szegélyeket rendbe fogják tenni, tehát a kikátyúsodott, kikagylósodott aszfalt szegélyeket visszaaszfaltozzák, martaszfalttal megtámasztják, tehát lesz szegély az útnak, fel lesznek festve a közlekedési jelek, a zebrák, az útvonalak föl lesznek festve, elkezdik a patkának a legyalulását, onnan a földet és a füvet azt el fogják szállítani. Tehát egy kicsit megpróbáljuk ebben az év végére velük közösen kicsit pofásabbá tenni a falu végét, illetve azt a részt, ahol nagyon rossz állapotban van a főút és annak a környéke. Ha már a közútnál tartunk, ugye volt egy lámpás átjáró, gyalogos átkelő helyre igény, ott a Sashegyi iskolához, ahogy fölmegyünk, ezzel hogy áll? Hát ezzel ugyanúgy folynak a tovább a tárgyalások, ugye itt volt egy lakossági kezdeményezés, a Sashegyinek a szülői munkaközössége indította el. Ez a Hunyadi, Huszár és Benicki utca kereszteződésében, ahol most jelen pillanatban 3 zebra található, ott volt egy olyan kezdeményezés, hogy oda kellene egy lámpás kereszteződést tenni. Ugye az első körös tárgyalások és levelezések után odáig jutottunk el, hogy most a saját magunk, vagy saját az önkormányzat által megbízott tervező fölvette a kapcsolatot a közút vezetőivel. Már volt az első bejárás is megtörtént, ahol a közút azért jelezte, hogy a lámpás kereszteződésnél azért kanyarodó sávokat kellene kialakítani, ami fizikailag lehetetlen, hiszen senki nem gondolja utcákat, vagy például az óvodát el kellene bontani. Úgyhogy más megoldásokba gondolkodunk. Most azt várjuk, hogy a konkrét tervező le tudjon ülni az ottani szakhatósági tervekkel, hogy ott elkészüljön az, hogy vagy egy lámpás kereszteződés, vagy közútállítása szerint följebb kellene vinni ezt a lámpás kereszteződést, akár 15-20 méterrel, hogy egyáltalán ez megvalósítható-e. Tehát azt, hogy ki mit hall, ki kivel beszélget, az egy dolog, de amit leír a közút, hiszen az ő útjáról van szó, az ő területéről, és ő az engedélyező hatóság, hogy ő mit enged. Ez alapján tudunk majd árakat képezni, mert ugye ennek a költséget nem a magyar állam vagy a magyar közút fogja vállalni. Ha olyan megoldás születik, amit az önkormányzat el tud fogadni, akkor természetesen ez a jövő évi költségvetésbe lesz beépítve. És ugye meg kell terveztetni, ki kell a szakembereknek dolgozni, mi a legjobb megoldás, mi a legoptimálisabb megoldás, mi az, amivel ezt a mostani kaotikus állapotot esetlegesen enyhíteni lehet, megszüntetni, nem? Hiszen én is minden nap sajnos autóval hordom a gyereket iskolába, de már meg se próbálom megközelíteni az iskolát, a Sashegyit, hanem több száz méterre hátrább, ahol lehet megállok, és inkább begyaloglunk. Hát sajnos a településünk olyan mértékben gyarapszik, és olyan mértékben nő az autók használtsága, meg a száma. Meg néha az a fajta magatartás, hogy néhány szülő, ha lehetne, az osztályterembe vinné be kocsival a gyermekét. Hát ami iszonyú káoszokat okoz, de nem csak a Sashegyinál, a Mátyásnál, és hát a német iskolánál is. Tehát egyszerűen ilyen az úthálózatunk. Tehát ott csodát tenni nem tudunk, ahol lakóépületek között kanyarognak a 100-120 évvel ezelőtt oda tett utak, főleg az óvárosban például, ahol a Sashegyi van, de hát a Mátyás utcát is meg kell nézni, a Mátyás Király Általános Iskola előtti utcát, az is borzalmas, ahogy ott két oldalt parkolnak. Ott vélhetőleg nagy könnyebbséget fog jelenteni az ott lakóknak és az odajáróknak, hogyha végre pont kerül a forgalomtechnikánknak a végére, amibe ugye azt szeretnénk, hogy az a terület, főleg a Mátyás környéke ne parkoló legyen, tehát nagyon sokan, akik Pomázra jönnek, ott leteszik az autót és úgy mennek tovább hévvel, ez zavarja az ott lakókat, az ott dolgozókat, az oda menőket, akik oda gyereket visznek, úgyhogy ott szigorítások lesznek, ahogyha ezt el tudjuk már, tudunk pontot tenni, és jövő évben elkezdődik a város teljes, ugye évekig küzdöttünk, nagyon sokáig tárgyaltunk, rengeteg lakossági igényt fogadtunk be, a közlekedés tervezéssel kapcsolatban a városban ez az anyag elkészült, ha most véglegesedik, akkor ehhez hozzá kell rendelni egy rettenetesen nagy összeget, hiszen majdnem minden utcában új közlekedési táblákat kell kihelyezni. Nagyjából lehet számolni 8-10 ezer forint egy átlag tábla, tehát én azt gondolom, hogy a jövő költségvetésben akár 15-20 millió forintot is erre fogunk fordítani. És ahol meg lesz tiltva a közlekedés,
Ott a polgárőrséggel, rendőrséggel, közterületfelügyelettel együtt ezt szigorúan be is fogjuk tartatni a következő időszakban. Rögtön felmerül, és te is tudsz róla, ugye a parkolási lehetőség, amivel kapcsolatosan már a BKV-val én úgy tudom, hogy a parkoló kialakításával kapcsolatosan ott beszéltetek tavaly évben. Hát meg az idei évben is, itt is egy hatalmas delegáció érkezett a BKV-től még márciusban, ahol ugye három dolgot beszéltünk át, hogy hol lehetne megoldani a parkolót. Ott a benzinkút mögötti, aki régebbi pomázi vagy ismeri ezt a környéket, tudja, hogy ott annak idején a vagonokat pakolták. Igen. Egy viszonylag stabil terület, hatalmas macskakővel, tehát az nem igényelne akkora munkát, hogy abból lehessen egy 60-80 autós parkolót csinálni. Ugye, de ez nem a mi területünk. Tehát ebben a megbeszélésben azt kértük, hogy ezt adják át az önkormányzatnak. Azóta két nagy beruházás is zajlik a HÉV vonalán, úgyhogy azt például pont deponálási területnek használják most is. Remélem, hogy utána már konkrétan válaszolni fognak ezekre a kérdésekre, amiket ott fölírtak, sőt, szinte havonta meg is kérdezzük újra és újra. A válasz nem mindig érkezik. A további kérdések ugye az volt, hogy szeretnénk átvenni a HÉV állomás környékét olyan szempontból nem tulajdonjogba, hanem a használóként. Tehát most is gerilla kertészetet folytatunk, időnként összeszedjük a leveleket, a szemetet, ezt, azt, amazt, azzal az összesen négy közmunkásunkkal, aki van, úgyis rettenetesen lecsökkent a száma, de azt is szeretnénk egy kicsit rendezettebbé tenni, folytatni a pad és a kukáknak a kicserélését, sőt azt a járdát én jövő évben mindenképpen szeretném újra aszfaltoztatni, ami ott a HÉV állomáson van, az a széles járda, mert az nagyon-nagyon töredezett és több területen balesetveszélyes. És akkor még beszéltünk a nyilvános WC-ről, meg egy csomó mindenről. Havi szinten megkérdezzük újra e-mailben, levélben, hogy amiket ott megbeszéltünk, amikre ott rábólintottak, az mikor kerül aláírásra. Uh-huh. Várjuk a választ. És akkor nem csak a BKV-val, hanem a Volánnal is van tárgyalásod, ha jól tudom. Igen, a Volán ugye visszatérő probléma a lakótelepi buszjárat. Bár Pomázon működött egy kisbuszos, egy magánbuszos, aki miután a Volánnak már nem érte meg, mert nem volt annyi utasszám, a lakótelepi buszjáratot megszüntetve, ez a kisbuszos átvette. Már tavalyi nyáron is annyira döcögött a történet, hogy a nyári időszakra annyira kevés utas volt, hogy néhány lakos kérésére az önkormányzat segített ennek a vállalkozónak, és majdnem 750-800 ezer forintot fizettünk arra, hogy a nyári időszakban ezt a buszjáratot tartsa fönn. De most arra ez is kifutott. Tehát az ő állítása szerint annyira kevés az utas, hogy nem éri meg fenntartani. Úgyhogy én hát egy utolsó szalmaszátként írtam egy levelet a Volán vezérigazgatójának, hogy mi lenne, ha mégis visszaállítanák. Az a válasz érkezett, hogy nincs rá igény, és nem tudják ezt kapacitásba visszaállítani, viszont arra gondoltam, hogy a több idősebb hölgy azzal keresett meg, hogy az orvoshoz nem tudnak eljutni, vagy csak nagyon-nagyon macerásan. Én meg fogom keresni, illetve megkerestem már több házi orvos, de a körzet házi orvosaival le fogok ülni egyeztetni. Ki fogunk találni egy olyan rendszert, ami arra fog épülni, hogy egy elkülönített összeg áll majd rendelkezésére az ott lakóknak idézőjelben arra, hogy ha valakinek tényleg orvoshoz kell elmenni, akkor a pomázi taxicéggel megállapodva orvosi igazolás ellentételezéseként el fogják tudni a taxisok vinni a rászorulókat az orvoshoz, azokat a beteg időseket, akik a lakótelepről szeretnének menni. És az SSK kisbusz? Az SSK kisbusz az folyamatosan megy. Tehát az folyamatosan hozza, hát viszi, nem, az nem tudja bevállalni, mert reggeltől késő délutánig hozza az időseket egyrészt az orvoshoz, másrészt a bevásárlásokat intézi. Tehát ehhez még egy busz kellene. Tehát felmerült ott az egyik lakónál, hogy mi lenne az önkormányzat egy buszjáratot indítana. Tehát én utána érdeklődtem, megyejogú városok szintjén van az, amikor ilyen saját belső közlekedésük van, de több nagyobb megyejogú város ezt szintén a Volánnal oldatja uh-huh. meg. Én az első számítások alapján, hogy ha Pomázon egy belső buszjáratot indítanánk, az legalább két busz kellene, az legalább négy sofőr, és ugye a szervíz, a gázolaj és egyéb bérköltségeket kiszámolva nagyjából a kezdő évben ez akár 80-100 millió forintot is jelentene az önkormányzatnak. Ez nagyon sok.
Én inkább azon gondolkodok, hogy talán ezt a rászoruló és igazolható háziorvosnál tett látogatás alapján egy olyan megállapodva pomázi taxisokkal egy olyan keretszerződés hozni létre, hogyha tényleg van ilyen, akinek az orvoshoz járását mondjuk hetente ezzel meg tudjuk könnyíteni, akkor menjen ért el a taxi és vigye haza, és akkor ezt az időszakot az önkormányzat ki fogja fizetni. De ez még csak az első gondolat. A taxisokkal beszéltem, ők örülnének ennek a megoldásnak, sőt nagyon kedvező árat is mondtak. Mondom, két házi orvossal beszéltem, a körzet házi orvosaival még nem mindenkivel tudtam beszélni, de meg fogom ezt beszélni, és akkor valamilyen úton, módon ezeknek a rászorulóknak fogunk tudni segíteni. Tény és való, hogy a lakótelepről a lejutás az egyre macerásabb, de nagyon sokan használják az autót. És ugye eznek a közösségnek, a gyerekeknek a segítése érdekében is született meg az a tavalyi pályázat, amire még csak október van. Az idei pályázat, amikor a belügyminisztériumtól kértünk és kaptunk is 30 millió forintot a Petőfi utcának a járdájának az akadálymentesítésére, amivel megkönnyítenénk a gyerekeket, a gyerekek közlekedését a lakótelepről, vagy a babakocsit toló szülők közlekedését, hiszen a Rákóczi út, vagy a Petőfi utcának a járdája felújítása után mind a Hét Színvirág óvoda, mind a Mátyás iskola könnyedén megközelíthető lenne, mert megközelíthetőbb lenne ezen a járdán. Polgármester úr, azt tudom, hogy a vízelvezetés meg fog oldódni ugye pályázati pénzből a Rákóczi úton és a Mátyás Király utcában. Na most a Petőfi Sándor utca két oldalán is vízelvezető árok van. Ezeknek a járdával együtt ez is... A járdával együtt ez is meg fog oldódni, tehát igyekszünk ezt is megoldani. Köszönöm a bizalmat. A Rákóczi utcán még csak beadtuk a pályázatot. Ja, értem. Én nagyon bízom benne, hogy meg is nyerjük. Ott egészen a Klisovácztól meg tudnánk oldani a felszíni víznek a levezetését, és a CBA-nál lévő körforgalomnál lévő ejtőaknáig el tudna jutni a víz, és onnan pedig a patakba. Tehát azért lenne jó, mert ott azért a visszadúsulás, és többször előfordult sok már, hogy talajvizes ház. Meg sokszor beöntötte a házakba a vizet, és ezzel egy időben a Mátyás iskolának a pályájának, vagy nem a tornapályájának, hanem a játszó pályájának is a vizét ki tudnánk ehhez vezetni, és a Mátyás iskola előtt ott zártá tudnánk tenni azt a most nyílt árkot. Tehát ez egy olyan pályázat lenne, ami annak a környéknek egy kicsit a vízkezelését, a felszíni csapadékvízkezelését meg tudná oldani. Ha már a Mátyás Király iskolát említetted, hogy áll a fejlesztés? Ott bele fog, vagy többe fog kerülni, Nem. Hál' Istennek egy fillére, ebben nem is kerülhet többe, hiszen a beruházás fix összegért vállalt el a cég. Mikor kell, hogy készen legyenek? Hát nagyjából szerintem október vége, november tájékán, én azt gondolom, hogy előbb-utóbb. Hát 5 hónap volt nekik a munkára, és ugye akkor tudták átvenni a munkaterületet, amikor a nyári szünet elkezdődött. Tehát az évzáró után tudták átvenni a munkaterületet, onnan kell számolni az 5 hónapot. Én úgy tudom, hogy nincs csúszás, és megpróbálnak úgy dolgozni, hogy annyira ne zavarják a pedagógiai munkát. Tehát a nyáron azért próbáltak meg mindent úgy, hogy már csak a külső munkálatok vannak hátra. Ugye a napelemek is kerülnek az intézmény tetejére, teljes hőszigetelés, külső vakolás, külső hőszigetelés, nyílászárócsere. Ez egy nagyon-nagyon komoly fejlesztése a városnak, amit utána kliknek adunk át használatra, de hát nem baj, a pomázi gyerekek járnak oda. Akkor beszéljünk egy kicsit a lámpatestek cseréjéről. A szeptemberre ígértük, ugye, hogy megvalósul az egész város területén. Hát nem az egész, a főutcát terveztük. Ez egy kicsit csúszni fog, ez valószínűleg át fog csúszni jövőre. Rengeteg a hibás lámpatest, tehát ebből a költségből most rengeteget kell áttennünk a cserére. Éppen a tegnapi nap folyamán, aki járt, az látta, hogy nagyon sok helyen nappal is föl van kapcsolva a lámpa. Itt nagyon komoly problémáink vannak, nem magával a lámpatestekkel is, hiszen ezek nagyon régi, nagyon elöregedett lámpatestek, és sokszor fölülről áznak. Tehát hiába cseréljük kinne benne az izzót, nekem többször behozta a kivitelező megmutatni, hogy fölülről teljesen szétvarrohadva, pedig ezek műanyagok, csak ugye a nap meg az UV sugárzás teljesen tönkreteszi, és ahogy kicserélik az első páraköd, azonnal kicsapja. Ez egy nagy probléma, és rengeteg a szakaszhibánk. Tehát amikor már egy 20 kilométernél nagyobb szél fúj, akkor időnként a Bem József, a Magyar utca, a Hősök tere, Lupavidor, nagyon sok területen elmegy napokra az áram. És az a baj, hogy bár nekünk szólnak a lakosok, mi is megpróbáljuk, ugye magánál a lámpatest cserét, vagy a lámpa
az égő cserét, az az önkormányzat feladata, viszont a szakaszhibához mi nem nyúlhatunk, az elmű. Tehát ott egy külön háború az, amíg megpróbáljuk megkérni levéllel, fenyegetve a végén, hogy jöjjenek meg és nézzék meg a szakaszcserét. Ugyanez a probléma az állomás környékén is, annyira rossz az a rendszer, de azt is ki kellene cserélni. De ugye az a szakaszcseré, az nem az önkormányzat dolga, hanem a szolgáltatója. Na, hogy jó dologról is beszéljünk, még továbbiakban is, ugye átadtuk a szép óvodánkat, új óvodánkat. Nagy élmény volt különben az egész, de még egy örömhír van, hogy már úgy tudom, hogy most már a bölcsőde pályázati része is befejeződött, és már... Hát a bölcsődére ugye kaptunk külön támogatást, ott nyertünk 400 millió forintot egy új bölcsőde építésére. Ott ugyanaz a tervezőt, Ásztai Bálintot bízta meg az önkormányzat, hogy a terveket elkészítse. Az első látványtervek el is készültek, amik nagyon hajaznak az óvodához, de hát mivel egy udvaron belül vannak, ezért a tervező úr is úgy gondolta, hogy akkor valahogy a hasonlóság meglegyen. Az óvi udvarán ott lett egy kis probléma, mert az építkezés során a meglévő dréncsövek megsérültek, úgyhogy ott az óvoda területén vadonatúj játékok között néha egy halastó megjelenik, úgyhogy most ezt a következő napokban dréncsövezéssel és egy kis átépítéssel megpróbáljuk levezetni, de mondom, a bölcsinek a tervezése az nagyon jó ütemben halad, én azt gondolom, hogy ott is február-márciusban már a kivitelezés is el fog tudni indulni, és remélem, hogy jövő év végére egy vadonatúj bölcsödével is gazdagodni fog a város, ahogy egyébként a futópályával is most gazdagodott. Igen. Ki is próbáltam, járok én oda is, futni. Én is voltam, nem nekem való a futás, de azt már múltkor megbeszéltük, de egyébként kényelmes rajta futni. Nagyon jó rajta. Tehát az én kaminós térdem azért időnként már visszaszokott jelezni, de ezt most bírta. És ezzel kapcsolatban azért szeretném elmondani, hogy sok-sok lakossági megkeresés érkezett a Facebookon, meg itt ott ott. Nem halasztjuk jövőre ennek a pályának a világításának a megoldását, hanem ebben az évben mi meg fogjuk építeni. Tehát, hogy a télen is használható, hogy már 4 órakor sötét van. Igen, tehát a közvilágításra félretett pénzből ebből is átcsoportosítunk, és annak az utcának, ami ott fölötte van, hogy ott nincs közvilágítása, azt is megoldjuk, és magának a pályának a közvilágítását is megoldjuk, hogy télen is, vagy a későbbi időszakban is, amikor már hamarabb sötétedik, lehessen használni. Így a padok kihelyezésre kerültek, jövőre lesz egy kis parkosítás, állami pénzen nyertünk egy street fitness parkot, amit oda fogunk szintén lehelyezni. Jövőre szeretném befüvesíteni a területet, hogy tehát kulturáltabb legyen, és tavaszra, most már idén nem nincs idő megcsinálni, az ivókutat is be fogjuk állítani. Tehát én azt gondolom, hogy utána padokkal, ivókuttal, világítással... Már a Szeliscsei Parkban lévő ivókuttal... Nem, hanem a futópályánál is lesz egy ivókút. Aki látta, az látja, hogy ott van egy vízóra akna, amellett lesz, tehát nagyjából a félpályánál. Hogy azt még idén, vagy idén nem, a víz az jövőre, viszont a világítás még ebben az évben meg fogjuk csinálni. Én gondolom, hogy te azóta is tettél látogatást az új óvodába, megnézted, hogy hogy férnek el, mit tudom én, még úgy körbenéztél, na milyen ott a hangulat különben? Én azt látom, hogy a szülőknek is, tehát egy-két szülő kivételével, de hát én nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, a gyerekek nagyon szeretik. Ugye hál' Istennek ez egy olyan beruházás volt, ahol tehát nem csak egy épületet adtunk át üresen, hanem teljesen berendezve, és közben is érkeznek. Tehát még a jövő héten is érkeznek vadonatúj játékok az udvarra. Már azt néztem, hogy hova lehet-e még ennyi játékot letenni. De folyamatosan érkeztek a bútorok, érkeznek a játékok, mosógép, szárítógép, tehát tényleg egy patentúl felszerelt óvoda lesz, és azt tudom mondani, hogy valószínűleg a bölcsődés hasonló lesz, hiszen ugyanekkora összeg áll rendelkezésre, bár ott nem melegítőkonyha, hanem ott főzőkonyhát kell építeni, mert a bölcsődének ez külön szabály, de én azt gondolom, hogy ott is egy nagyon-nagyon szép intézmény fogunk tudni átadni. Szeretném, ha beszélnénk egy pár szót az értéktárról, mégpedig az érdekelne engem, hogy ha itt Pomázon ennyire nem akarodzik eznek a kialakulása, akkor miért vállalja föl az önkormányzat, hiszen nem kötelező értéktárat rá létrehozni? Hát, ugye volt itt egy képviselői kezdeményezés, aki úgy gondolta, hogy itt Pomázon annyi érték fog összegyűlni a saját csapatán belül, hogy azért érdemes lesz egy külön értéktárbizottságot létrehozni, külön pénzt elkülöníteni arra, hogy ebből az értéktárba összegyűlt anyagból egy kiadványt készítsünk. Aztán, hogy házon belül ki kire haragszik, és utána ki miért vonja vissza az ő általa értéktárnak beterjesztett anyagot,
Én akkor elmondtam a testületén, hogy azért nem fogok egy kiadványt elkészíteni 6 darab értéktárral, hogy utána az a fiókba maradjon. Ugye minden tiszteletem azoké, akik komolyan vették, megcsinálták, beadták, és nem vonták vissza gyerekesen ezt a beadványukat. Várni kell, hogy még gyűjjön össze. Hát a pomáziak... Tehát futunk még egy kört vele? Hát most még van egy futó része, hogy aki még akar benyújtani, az még megteheti, de ez bárki bármikor benyújthat az év bármely szakaszában. Hát fél évente ülésezik az értéktárbizottság, de ha jön egy érték, ami minden kritériumnak megfelel, ahogy azt a törvény előírja, persze, akkor tudom, az értéktárbizottság megvizsgálja. Az a szerencsénk, hogy nekünk az értéktárbizottság a kulturális bizottságunk, tehát mivel testületi előtt mindig ülésezik a bizottság, ha éppen van egy értéktár, akkor a bizottság ülés végén átalakulnak értéktárbizottsága, és akkor tudnak erről tárgyalni. Mivel ez nem kötelező feladat az önkormányzatnak, ezért ezt bármeddig húzhatjuk évekig is? Hát sokáig húzhatjuk, tehát ugye ez egy folyamat. Tehát ebbe akár érkezhetnek 5 év múlva is értékek, aki bárki ilyesmit gondol. Én örültem volna, hogyha ez a kiadvány létrejön, de így viszont, hogy 6 darabba kiadni teljesen felesleges, meg ne csináljunk viccet egy ilyen dologból, mint amit ezt néhányan itt tették. A másik kérdésem, hogy egyáltalán tudunk mi az ellen valamit tenni, hogy az országos területfejlesztési tervben ugye egy 400 kW-os vezeték megy Pomáz területén valahol át, hiszen ez egy országos döntés. Hát ez még nem egy országos döntés. Tehát a tervükben benne van. De ez már 15 éve benne van. Hát azért mondom, hogy ez ellen egyáltalán nem, tudunk amit lehet tenni? Megtettünk, és a többi település is a környékünkön ugyanúgy tiltakozott. Hát ugye itt most ez egy ajánlásként érkezett. Felkértük a parlamenti képviselőnket, hogyha lehet, akkor ezt semmiképpen ne hagyják benne. Én nem hiszem, hogy ez benne fog maradni. Tehát... Közérdekre hivatkozhat? Hát lehet közérdekre hivatkozni, ezt is megértem, de azért itt nagyon olyan területeken mennek keresztül, tehát Pilisi parkerdő, Natura, olyan erdős területek, olyan mag területeken mennek keresztül, amit nem lehet kivágni. Tehát már ott szerintem megbukott a történet. De én azt gondolom, hogy nem kell erre előre stresszelni. Tehát ebből én azt gondolom, hogy a következő években szerintem semmi nem lesz. Nem tudom, hallottál-e arról, hogy az M0-ás körgyűrű 2022-re megépül? Most a megyének a weboldalán is fönt van, olvastam. Ti valószínű, hogy többet tudtok, mint megyei képviselők erről, hogy állítólag most már a kivitelezésre keresik, vagyis írják ki a pályázatot, vagy mit tudsz róla? Hát szerintem még a kivitelezése nem, tehát ott azért még akadnak problémák. Én nagyon örülnék, ha 2022-ig elkészülne a körgyűrű, hiszen írdatlan mennyiségű autóforgalmat venne le a településről. Tehát itt napi több 10 000 autóról beszélünk. Ez hol menne át? Már annyiszor beszéltünk erről. Hát Solymár környékén. Tehát folytatódna a hittól, és menne Solymár. Itt a Budakalász területén. Budakalász és Békásmegyer között menne tovább. Budakalász és Békásmegyer, tehát nem Pomáz felé, hanem a másik oldalról. Egy másik dolog az, ami még közkívánatra, vagy közérdeklődésre tart számon, ez a Pomáz-Kalász közötti elkerülő út, amit ugye Budakalász évekkel ezelőtt még a Csillag István volt a miniszter, amikor kötöttek egy megállapodást, hogy amíg nem készül el az M0-ás, addig Budakalász évi 250 millió forintnyi kárpótlás kap. Szerencsések voltak, ez sokáig ez nem történt meg, illetve sokáig ezt fizették is, és most állapodtak meg a kormánnyal, azt hiszem egy évvel ezelőtt, hogy kértek ellentételezésként, hogy lemondtak erről az összegről egy új iskolát, és azt, hogy a Pomáz és Kalász között lévő utat megépítsék, ami kivezetné a Pomáz és Kalász között a Hév mellett lévő útnak a forgalmát, kivezetné a 11-esre. Na most ott indult el egy lakossági kezdeményezés, hogy ez az út ne épüljön meg, úgyhogy most ott állunk gondolkodva, hiszen ennek az útnak majdnem a 90%-a, vagy talán még több Pomáz közigazgatási területén épülne. Nekünk nem lenne hátrányunkra ez az út, hiszen a lakótelep forgalmát le tudná venni a Hősök teréről, hiszen azok, akik egyébként most már lehet látni, hogy amióta a hídon ez az új rendszer kialakult, igen, ez a lámpás rendszer, sokkal gyorsabb lett, és rengeteg ember akár Kalászról is, meg a mi lakótelepünkről is, nem a kalászi átjáró felé megy, a kereszteződés felé, hanem elindul visszafelé, és reggelente ez a 3-4-8 körüli állapot, a 8 körüli állapot, ez már egészen a Csikóvárig föltorlódik, igen, a sor.
Tehát ezt onnan le tudnám vezetni. Tehát a Hősök terét tudnám tehermentesíteni. Sőt, hát ugye nekünk ott az ipari park melletti területek, ez azért lenne jó, hogy feltárna ezt a területet. De hát ugye ez Kalász döntés, hogy Kalász visszadob-e egy ekkora lehetőséget az államnak. Időnként elő szokott az fordulni, hogy a szomszéd településen néhányan arra hivatkoznak, hogy ez nekünk, mint Pomáznak, meg nekem, mint polgármesternek, ez nem kell. Én mindig azt mondom, hogy ez butaság, mert ez a városunk érdekét szolgálná. Örülök, hogy más településen is az én nevemmel dobáloznak, de Pomáznak ez kellene. De hát ezt nem mi fogjuk eldönteni. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél úgy tudom, hogy nem módosítottak a terven, és ott gőzerővel folyik ennek az útnak a megépítésének az előkészítése. Az jó lenne. Ha már az ipari parkot említetted, a múltkor beszéltünk erről, ugye, hogy ott tulajdonosi problémák vannak, azért nem tudjuk azt ott sokszor továbbfejleszteni, hát, meg fejlesztésre odaadni. Igen. Ezek megoldottak már? Egy vállalkozó jött, ott segítette is az önkormányzat, összefogott egy 8-10 tulajdonost, és csináltak egy újabb részt, ott az önkormányzat természetesen mindenben partner. Most egyébként a csatornát és a vízzel kapcsolatos dolgokat kezdték el szervezni, ebben is természetesen partnerek vagyunk, ha kell anyagilag is. A Békeút elkészült ugye pályázati pénzből, de van még a Vróci utca. Azt elkezdték már? Igen, elkezdték. Most megkezdték a közművek feltárását, és hát most már gőzerővet. A Békeút az olyan szinten elkészült, hogy már be is parkosították, a parkolók is megvan, az óvoda előtt és utána fekvőrendőr is kihelyezésre került, nagyon ízlésesen megépítve, nem ilyen műanyagot lefúrva. És hát most a Vróci útnak álltak neki, ugye ott az a feladat, hogy ezért végéig annak az útnak el kell készülnie. Ugye, ha följön megyünk a Vróci úton, az Y elágazástól, tehát azt hiszem, közel 700 méter utat kell megépíteni, úgyhogy a pályatest alatt a későbbi csatorna és víz miatt már a csöveket be kell helyezni, tehát hogy emiatt ne kelljen még egyszer felbontani, és ott vízelvezető árokkal és a felszíni vízelvezetéssel együtt, ami a Vróci úton lefelé, ha fölfelé nézünk a Vróci úton a temetőtől, a bal oldalon, abban a zöld sávban, ott meg lesz építve a víznek a levezetése. Tehát nem az út testen fog, hanem utána egy normál árokrendszerbe fog leérkezni a temetőhöz, ahonnan megy tovább a többi víz. Ez egy nagyon-nagyon komoly fejlesztés azon a területen. Én remélem, hogy ez későbbiekben az ott lakók megelégedésére fog szolgálni, hiszen tegnap is kinyártam az építkezésen, és így délután 4 óra körül, hát olyan forgalom van azon az utcán, hogy annyi ember lakik már arra felé, hát szerintem lassan betegszik a fő utca néhány szakaszával. Ez egész a Kőhegyi lejáratig? Nem. Előtte, ahol most a kamera van, ahol régen mindig sok-sok szemetet tettek, addig az Y-ig megy, az a beltőlet határa. Addig építjük meg, és utána pedig ez a két utca együtt, meg a vízelvezetés, ez is több mint egy 200 milliós beruházás, amihez 150 millió forintot kaptunk Pest megye önkormányzatától, ugye a Pest megyei kompenzációs alapból. És akkor mondjunk egy pár szót az Alcsevicáról, ott is az Alcse... pályázatot. Igen, az Alcsevice, ott is nem sokára már sikerül kiválasztani ezt a kivitelezőt, aki a vízfejlesztést el fogja kezdeni, ugye arra is 400 millió forintot kaptunk, és megépítjük belőle a vízgerinc hálózatát az Alcsevicán, és az ott most éppen elnevezett utcákban is, ugye főleg az 56-os őseinkről neveztük el, illetve az 56-os forradalomhoz kapcsolódó dolgokról, tevékenységekről, Barikád utca, tehát ilyen hasonló, és hát a hőseinkről, a pomázi hősökről neveztük el ezeket. Említetted az utcákat. Az utcai kamerákat, működőképesek mind? Igen, egy kivételével, ezt nem mondom el, hogy melyik, hogy valahol van egy kicsi probléma, de azt is megoldották, sőt a futópálya környékére is tervezünk 3 kamerát felszerelni, hogy ezzel is növeljük a biztonságot. Ennek a figyelése is megoldott? Igen, a pomázi polgárőrség vállalta, és ők figyelik is folyamatosan. Nem 0-24-ben, de vissza tudunk bármikor bármit keresni. Uh-huh. Értem. Az elmúlt testületi ülésen a költségvetést újból módosítani kellett, és azt hiszem, hogy ritkán fordul az elő, hogy azért, mert hogy a bevételi oldal növekedett. Ez ez annak köszönhető, hogy sikeresen pályázunk, és már a bölcsödénél is megérkezett a 400 millióból több mint 200 millió forint. Ugye itt van a számlánkon az Alcsevicára kapott 400 millió forint a vízfejlesztésre. Az óvoda pénze is itt volt, de az most arra már kifutott, hiszen kifizettük a vállalkozót. De már itt van a számlánkon a gyerekorvosi rendelőnek a 30 millió forintja. Ugye azt se felejtsük el, hogy az is ebben az évben átadásra fog kerülni.
Tehát elkészül a három új gyerekorvosi rendelő a réginek a helyén, és már itt van a Petőfi utcai járdának a szintén 30 millió forintja, valamint a Béke utca, Vróci utcára is igényelt 150 milliónak is a fele már a számlánkon van. Tehát ezért kell folyamatosan változtatni. Én mindig örömmel figyelem, csak az, hogy elkövetett számlán van, tehát majdnem 900 millió forint van most elkövetett számlán. Ami megvan ugye címkézve. Hát a címkézet, az nem lehet hozzányúlni, sőt, még bankba se lehet lekötni, pedig a számlavezető bankunk az a nagy mosolyjal gondolta erre, csak hát ugye... Mondjuk a kamatja nem is lenne rossz. De nem lehet, kicsit. Nem lehet, mert a kamatot vissza kellene fizetni. Úgyhogy inkább ott fekszik az elkövetett számlán, és éldegélünk abból, amink van. Nem sok idő van már hátra ebből az évből, már egy-két hónap. Hogyan néz ki? Még újabb pályázatokra lehet-e számítani, ami kiírásra kerülnek, és lehet-e egy újabb, egy ilyen Mikulás csomagra, vagy ajándékcsomagra, karácsonyi kis pénzes zsákra, mint eddig mindig sikerült minden évben? Ebben az évben is adunk be karácsonyi pénzkérést a belügyminisztérium felé. Ez folyamatos egyeztetés alatt van, sőt, ugye van nekünk egy patakunk, a Dera patak, amire elképzelhető azt, hogy egy Pest megyei kompenzáción keresztül egy komolyabb pályázatot fogunk tudni benyújtani. Ugye itt a tervek előkészítésén tartunk, tehát már van a patakról drónfelvétel, be van mérve geodéziailag, tehát végig van nézve. Az egy nagyon-nagyon komoly fejlesztés lehetne, akkor az egész patakot végig tudnánk idézőjelbe pucolni, tehát a régi fáktól kezdve a kis patakrendezés, a bukókat tudnánk rendezni, hidakat tudnánk belőle létrehozni, sőt, terveinkben szerepel egy záportározó létrehozás a falu felső, vagy a falu, bocsánat, a város felső részénél. Ez hol? Ott a Kína benzinkútnál a külsőben? Nem, attól még jóval kijebb, Csobánka és Pomász között a bal oldalt, a Margit-ligettől fölfelé. Ugye a záportározó az nem úgy kell elképzelni, hogy egy halastó, hanem egy olyan védművel kialakított terület, hogyha nagy víztömeg érkezik, akkor azon fognák föl, és azon engednék le szakaszosan a vizet. Tehát ne az legyen, mint ami itt a Derapataknál nagyon sokszor előfordul, hogy három napi eső után, egy öt óra alatt olyan árhullám vonul le, ami utána úgy eltűnik, mintha ott se lett volna, csak kijönt. Ezt próbálnánk meg ezzel a, hát ha sikerül meglépni, és sikerül, hogy a minisztérium befogadja, akkor egy külön pályázati úton ezt megoldani. Ez egy nagyon sok százmilliós beruházás. Ugye emellett ugye futópályázatként szerepel még a Rákóczi út, amiről az előbb beszéltünk, és hát ugye Pest megye önkormányzata folyamatosan dolgozik és írja ki ezeket a pályázatokat. Igyekszünk úgy állni ezeknél a pályázatoknál, hogy mindig oda tudjunk férni. Hogy kérdezek rá a patakra, abban nem gondolkodtok, hogy mit tudom én, egy sétáló utat oda mellé? Arra nem adnak. Arra tehát, nem adnak. Tehát ugye itt magának a patak rendezését szeretnénk ebből megoldani. Konkrétan. Tehát itt a pályázat, vagy az ötlet az abból adódik, hogy az árvíz mentességét oldjuk meg a pataknak, tehát az árvíz védelmét. Tehát sok területen én látom, szenten ittottam ott, hogy sétáló utakat tesznek bele padokkal. Erre nem fognak pénzt adni. Uh-huh. Tehát nekünk elsődlegesen az a célunk, hogy a patakot úgy visszaadni a természetes eséseket, a bukókat megjavítani, azokat a 80-100 éves hatalmas fákat, amiknél feltorlódik az a mennyiség, amikor a víz lehozza sok-sok szemetet, különböző kivágott fákat, amitől visszadúzzad a patak, ezeket kell rendbe tenni. Van két olyan kis hídunk, amit meg kellene ebből reparálni, mert nagyon rossz állapotban van, és hát van egy híd tervünk, még mindig a német közösségi háznál, hogy ott a posta felé át lehessen menni azon a területen, ezt is szeretnénk belőle megoldani, meg hát a záportározó az azért lenne fontos, mert az tényleg árvízvédelmi feladatokat látna el. Egyébként meg ugyanúgy működne mezőgazdasági területnén, tehát csak meg lennének építve a vízvédművek, de ha jön a víz, meg a nagy eső, akkor tudnák a szakemberek zárni, és kivezetni oda a vizet. És ha lement az ár, akkor kinyitva újra leengedni a vizet. Nem lenne rossz. Túl vagyunk talán a legnagyobb rendezvényén a városnak, a Pomáz napon, de szerintem most már készülöttök az adventre is. Az igen, idei évben hogyan képzeljük el, ugyanúgy a Városházán mind a négy advent igen. meg lesz ünnepelni? Igen, ugyanúgy készülünk a Városháza előttnek a feldíszítésére, vagy a város feldíszítésére. Itt újabb apró, szép elemek fognak érkezni.
Most is már megvannak a fellépő művészek, hogy kik, melyik adventi vasárnapon kifog, ugyanúgy a gyertyagyújtással. Én megint azt szeretném, hogy egy igazi hangulatos adventi időszak legyen a városban. Az nagyon-nagyon felemelő érzés, hogy egyre több Facebook poszton jelenik meg, hogyha karácsonyi időszakban kijönnek az emberek, és ott Facebook posztolnak a különböző, akár az angyalnál, ugye a városfa átalakul angyallá, akár a városháza parkjába. Remélem, hogy idén is szép lesz. És még visszatérve, egy bocsánat, egy pillanatra a pályázatokhoz, hát ugye valószínűleg jövő év elején írják ki a településeket összekötő bicikliút pályázatot is, amire természetesen mi készterünk. Ez országosan vagy a megye? Ez is a megye. Tehát itt most minden alkalmat meg kell ragadni, hiszen a megye 80 milliárdjából megpróbálunk ide Pomázra a lehető legtöbb forrást kimozgósítani. Ugye egyszer már sikerült a 150 millió most a Róczi út Békeútra. Ugye ez a Rákóczi úti felszíni vízelvezetés is ennek az összegnek, vagy ennek a pályázati résznek a része. Viszont azt tudni kell, hogy közel 2,4 kilométeres bicikliútról beszélünk. Tehát ez elindul a Bihari utcától, fölmegy a patak töltésére, lejön a Rákosnak a Rákos vendégház oldalánál, kijön a 11-esnél, és a Rákos vendégháznál megy át a másik oldal, és onnan nyíregyenesen a Spár felé megy. Ez 2,4 kilométer hossz, ez közel 200 milliós beruházás. Úgyhogy erre is természetesen, ahogy megnyílik a lehetőség, be fogjuk adni a pályázatot. Ez egy fontos lépés lenne a biciklis turizmus segítésében. Egy kicsit többet. Nem lehet avval alá támasztani, hogy borzasztó egy forgalom, ami átmegy ezen az úton, hogy azon kerékpárosok életveszélyes ott sokszor. Hát most mondanám, hogy sok mindent lehet, de a múltkori pályázatról mi kiszorultunk, ehhez képest ugye most nem, senkit nem szidva, de Szentendre két bicikliútat kapott. Így van, amikor is, igen. És ugye most a 11-es fölfestve meg óriási káoszt okoztak ezzel a történettel. Én saját véleményem olyan fölösleges dolog volt, én még ott egy biciklis nem láttam. Én nagyon veszélyesnek tartom, nagyon de veszélyes is. Sok szakember azt mondja, most például a VSRT-nek a vezérigazgatójával beszélgetve, hogy a kukás autón álló ember az már átlóg a másik sávba. Tehát ha jön mellette egy teherautó, lesodorja. Keskeny lett az sem. Igen, tehát igen. Én ezt egy átgondolatlan dolognak tartom, de mindegy, mi megpróbálunk pályázni, hogy legyen saját bicikliútunk, ami nem az úton van, hanem az út mellett. Sokkal biztonságosabb. Hát igen, meg hát ez egy lényegében egy vadonatúj út lenne. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad nekünk. Köszönöm szépen. A nézőknek köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Most tekintsék meg kitekintőnket. A 2012-ben megnyílt Poroszlói Tiszatavi Ökocentrum Magyarország új turisztikai látogatóközpontja, igazi látványosság. Az ökocentrum szórakoztató módon, modern, interaktív szemlélettel játékosan tárja a látogatók elé a Tiszató és a Tiszavölgy természeti kincseit, bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának gazdag élővilágát. A látogatóközpont felszálló madárra hasonlít, 2600 négyzetméter alapterületű központi épülete több szinten várja az érdeklődőket állandó és időszaki kiállításaival, rendezvénytermével, háromdimenziós moziával, játszószobával, kilátó tornyával. Élő védett ruca öröm és a súlyom szép alakzatba rendeződtek. A partokon megmaradt pocsolyákban sok erdei madár iszik vagy fürdik a nyárban.
A Tiszatavi Ökocentrum legfőbb látványossága Európa legnagyobb édesvízű akváriumrendszere, mely 735 ezer liter ösztérfogatával és benne bemutatott víz alatti csodákkal igazán különleges természetközeli élményt nyújt. Fő épületet körül ölelő, több mint 7 hektáros szabadidő park, állatbemutatóival és játszótereivel, egyszerre vidám park és állatkert, míg a létesítmény részét képező tájház, halászskanzen és hagyományőrző baromfi udvar révén valóságos időutazást tehetünk a 19. század világába. Ban utoljára nálunk fészkelt madarat tetszenek látni, ugyanúgy, mint a gólyák költöző madarak voltak. Nálunk költöttek, a felső Tisza vidéken voltak utoljára. A Tisza szabályzása miatt már leszorultak egészen a Duna deltáig. Kormorán féle, ugyanolyan bőr lebernyek van a csőre alatt, mint a kormoránnak. Annyi különbséggel, hogy a kormorán a víz alatt fogja üldözve a halat, ő pedig benyeli egyszerűen a 15-20 liter vizet, és abból szűri ki a halat. Képes 50 méteres magasságból tátott csőrrel a vízbe csapódni, hogy nem csak leföl tudja nyitni a csőrét, egyedülállóan a madárvilágban oldalra is szétbírja terpeszteni. Nem csak úgy, mint a kacsának vagy a libának, három lába ujja között van úszóhártya, hanem négy, a hátsó vetélő ujja között is. Ellentétben a kacsával és a libával a fák tetejére rakja a fészkét. Mind a mellett, hogy ekkora nagy teste van neki, szivacsos zsírsejtje van, úgy néz ki, mint egy habszivacs a zsírsejt, ami körbeveszi. Ennek köszönhető az, hogy a testének a 85-90%-a ki van a vízből, és mindösszesen 5-6 kg-ot nyomnak, attól függően, hogy kakas vagy tyúk. A kakas a három nagyobb testű, a tyúk pedig a három kisebb testű. Képes a saját súlyát fölzabálni egy nap, tehát 5-6 kg a fejadagjuk. Mindamellett, hogy itt csinálunk neki naponta egyszer egy látványetetést, emellett szűrik a vizet is, amiben vannak kisebb-nagyobb halak. Tiszató hazánk második legnagyobb, de egyben legfiatalabb tava, eredeti nevén a Kiskörei víztározó, amely a Kiskörei vízlépcső által biztosított duzzasztás hatására jött létre. A Tisza szabályozása előtt az 1800-as évek első felében még igazi vadvízország volt ezen a területen. A 19. század második felében megkezdődött a Tisza folyó szabályozása, amit gróf Széchenyi István kezdeményezett, és Vásárhelyi Pál a reformkor legkiválóbb vízmérnöke tervezett. Második vagy verítékes honfoglalásnak is nevezik a több mint 100 évig tartó gátépítési munkákat,
melyben kiváló mérnök elődeink és a kubikusok, névtelen ezrei, vagy ahogyan Jókai Mór nevezte őket, az Isten munkásai vettek részt. Tehát a mai Tiszató területét az elődeink által az 1800-as évek közepétől fokozatosan erősített árvízvédelmi töltések határolják. A töltések közötti úgynevezett hullámtéren terül el a mesterségesen létrehozott síkvidéki víztározó, mely magába foglalja a Tisza folyó medrét is. Az 1978 évben történt második ütemű duzzasztás hatására alakult ki a nyári időszaknak megfelelő vízborítottság, azaz a kiskörei tározó földrajzi nevén a Tiszató, a természet és az ember csodálatos alkotása. Magyarország legnagyobb vízügyi létesítményét, a kiskörei vízlépcsőt, mely a KISZ védnökségével épült 1973. május 16-án adták át. Az ünnepélyes esemény legfőbb vendége Fok Jenő, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke volt, aki éppen aznap ünnepelte 57. születésnapját, és helikopteren érkezett. A közeli focipályán szállt le, és egyes rossz indulatú pletykákkal ellentétben nem autóval, hanem gyalog tette meg a pár száz méteres utat. Az építkezés alatt 4,2 millió köbméter földet mozgattak meg, 160 ezer köbméter betont, 250 ezer köbméter követ építettek be, az acél és a gépszerkezetek 4900 tonnát nyomnak, az erőmű beépített teljesítménye 28 megawatt, ezzel Magyarország legnagyobb vízi erőműve. Ha az önkéntes segítő KISZ tagokat nem számoljuk, akkor is több százan építették, a készenléti lakótelepen a konyha 1500 személyre főzött. Területe 127 négyzetkilométer, legnagyobb hossza 27 kilométer, legnagyobb szélessége 6 kilométer. Nagysága egyötöde a Balatonnak, de közel ötszöröse a Velencei tónak. Duzzasztását a kiskörei vízlépcső 1973-as üzembe helyezése tette lehetővé, mely a Tisza magyarországi szakaszán a második vízlépcső. A terület az 1960-as évekig igen változatos képet mutatott. Puhafás ligeterdők, galériaerdők váltakoztak üde, fás legelőkkel és kaszálókkal, holtágakkal, morotvákkal, illetve nagy kiterjedésű gyümölcsösökkel, szántókkal. Az eredeti elképzelés szerint több célja is volt a kiskörei vízlépcső megépítésének. A jászsági és a nagykunsági főcsatornák vízellátásának biztosítása, a mezőgazdaság vízigényének kielégítése, a Körösvölgy vízhiányának enyhítése és ökológiai vízpótlása. Másik fő cél a kiskörei vízi erőmű megfelelő vízmennyiséggel való ellátása, mely olcsó villamos energiát tervezett biztosítani a térség számára. Harmadsorban turisztikai és vízi sportolásra alkalmas terület létrehozása. Mindezek érdekében az 1968-69-es években elkezdték a mai gátak és a kiskörei erőmű építését és az erdők letermelését. A hatalmas munkával azonban nem végeztek volna időben, ezért az első duzzasztás megkezdése előtt már csak a fák döntése volt a cél, a kiszállítással nem foglalkoztak. Ennek köszönhetően ma is rengeteg uszadékfa és fatuskó található a területen, ami a vízi közlekedést igen veszélyessé teszi. Ugyanakkor sok madárnak nyújtanak fészkelő és pihenő helyet.
A pusztítást kevés terület kerülte el, ezek közül a legjelentősebb az aponyháti őstölgyes, mely a maga több száz éves kocsánytalan tölgyeivel egyedülálló ritkaságnak számít. Hatalmas fái között biztonságos élőhelyet talált a fekete gólya, épp úgy, mint a fekete harkály. A duzzasztást a kiskörei vízlépcső 1973-as üzembe helyezése tette lehetővé, majd 1980-ban a második ütemet is megvalósították. A tározó ma is ezen a szinten üzemel. A harmadik duzzasztási szintet azonban nem hajtották végre, aminek több oka is van. Ezek közül az egyik, hogy a mai gátak nem biztos, hogy elbírnák ezt a szintet huzamosabb ideig. A magyar vízgazdálkodás méltán legnagyobb művének nevezett létesítmény azóta is meghatározó szerepet tölt be az egész Alföld társadalmi és gazdasági életében. A kialakult gazdag növény- és állatvilág következtében kormányhatározat megalkotására volt szükség, melyben úgy rendelkeztek, hogy a tározó felső területét a természetvédelem, a tározó középső területét az ökoturizmus, az alsó, a vátszalóki vízteret, a vízisportok, a szórakozás és az üdülés kell, hogy jellemezze. Pedig akkor, kedves vendégeim, meg szeretném kérni a még házasságkötés előtt álló hajadonokat, kortól függetlenül, hogy fáradjanak ide erre a félkörnek a közepére, úgyhogy jöjjenek. Meg szeretném kérni az ifjú párt, hogy segítsen, hogy kik azok, akik még nincsenek itt, és házasságkötés előtt álló hajadonok. Jó. Rendben. Halljunk szót! Halljunk! Kedves hajadonok! Azt mondja a fáma, ki ezt a csokrot elkapja, hamarosan lép majd házasságra. Szép fiatalok, szép hajadon leányok! Figyeljetek rám, mert most ti hozzátok szólok. Amit itt láttok, emeljük fel Erika? Nem egy díszes bokor, hanem egy szép repülő mennyasszonyi csokor. És ki ezt elkapja, lesz oly szerencséje, közületek leghamarabb neki lesz majd férje. És én, mint főfi, abban reménykedem, hogy majd az ő lakodalmát is én vezényelhetem. Most pedig meg szeretném kérni a nász népet, hogy segítsenek a számolásban. Háromra repül a mennyasszonyi csokor. Meg szeretném kérni Tomit, hogy fáradjon ide.
Lesz majd itt számodra egy kis feladat, melyhez van itt egy segédeskezünk. Le kell venned majd Erik a lábáról a haristökötőt, és hogy megkönnyítsük Tominak a feladatát, mindez a fogával kell végrehajtani a hátat egy kézzel. Úgyhogy ereszkedj fél térdre, és tapssal biztassuk az új embert. Ezt a haristökötőt elkapja, lesz hogy szerencséje, közületek leghamarabb neki lesz majd felesége. Gyertek kicsit közelebb, mert nem tudom messzire menni, még háromra repül a haristökötő. Egy, kettő, három! Molnár Szabolcs Sztárportré Vidámságok című sorozata következik. Ma összeállítást láthatnak a korábbi adásokból. Most egy összeállítás következik az elmúlt hónapok, hetek, évek anyagaiból, és azokból is szerintünk vidám pillanatokból, amikor valahogy mégiscsak úgy kerekedett a beszéd, hogy volt még, hogy majdnem röhögő görcsben is tört ki egy-egy vendég, de mindegy, nem is beszélek róla annyit, mutatunk szeleteket most. Igen. Csak az jutott eszembe munka, de valamit akartál mondani? Na, nem számít. De számít. Ja, jó, oké. Hogy lesz? Hát igazából annyi, hogy nem tudok és nem is akarok, azért nem akarok, mert tudom, hogy nem tudok dönteni ebben. Standby-on vagyok, nyitott vagyok, eddig az életemben mindig úgy történt minden, hogy egyszer csak, hogy mi van, mit röksz. Mondtad, hogy nem számít, hogy egyébként tényleg a minden rendben van, így is. Tehát, igen, de ha elmondom, az is jó, ha nem mondom, az is jó. Ha nem kérdezek, az is jó. Ha itt ülünk, az is jó. Ez teljesen fura volt a régen, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi lesz, hogy eljövök egy interjúra, miről fogunk beszélgetni. És amikor ez előjött a fejemben az elmúlt két napban sokszor, hogy miről fogunk beszélgetni a Szabival, mert izgatott voltam, mert szeretek veled beszélgetni, akkor mindig azt mondod, hogy igazából teljesen minden úgy lesz, ahogy lennie kell, mert a pillanat megszüli, mert hogyha egy embert érdekli a másik, hogyha engem érdekel az, amit te kérdezel, akkor egyszerűen nekünk semmit nem kell csinálnunk, mert működik minden magától. De talán még ettől is több, hogyha elég csak egymást szeretni. Igen. Valamilyen szinten elfogadni, igen, és szeretni, és akkor már... És na, ez a fantasztikus. Álljunk meg a menet. Ne. Aki... És ezt vett figyelembe. Aki lemondott a cigiről, lemondott az alkoholról, lemondott a még mit? Kajálásról, ja. Mindenről nem mondtam le, ne ja. Vakkerázzál már. Valamit csinálok én is. Elvétve. Azt mondja, hogy mi van még? Az tudja, ide figyelj, hogy tulajdonképpen mi a határ, és mit kell tenni. Hidd el nekem. Mindenkinek fontos az, hogy a magánélete is kerek legyen, de egyébként én nem panaszkodom ebből az irányból sem, tehát én köszönöm szépen, nagyon kerek, és nagyon jó vagy. Kerek, azt mire mutattad, hogy mutattad? Teljesen rendben van. És lehet, hogy, sőt, lehet, hogy nőcsábász, vagy nem mindig ilyeneket kérdezni, de... Hát, szeretem a női nemet, annál csak a női igen szeretem jobban, de így alakult, szóval én nyitott szemmel járok, egyébként nem vagyok egyáltalán ellene a dolognak, hogyha valaki megtekeri a fejemet, akkor állok elébe. Egyébként volt is már rá példa, csak aztán valami útnál fogva. Ja, hogy úgy megtekeri, hogy egyébként ilyen komolyabb dologra tekeri? Igen. Hittem, tehát hogy... én törekszem erre, az más kérdés, hogy azért egyre több ugye a tapasztalat, és nehezebben adja be a
derekát az ember, de élvezem ezt a szabad életet. De milyen igaz egyébként tényleg, hogy minél többet tapasztal az ember, egyébként lehet, hogy annál nehezebb, mert akkor már annál több mindent megtapasztaltál, akkor mi lehet az, ami jó? Hát igen, meg annál több jót is tapasztal az ember, és annál több jóból akarja összerakni azt az egy igazi jót. És lehet, hogy mindegyik egyébként az igazi. Igen. Mindegyik jó. Igen, hát csak egyet lehetne választani? Igen, igen. Hát elvileg ugye úgy van itt elfogadva, hogy egyet lehet. De nekem tetszene, ha többet is lehetne. Voltak olyan anyagok is az elmúlt években, amik nem kerültek adásba, és most sem fognak, nem? Én azt gondolom, hogy az az előadó, aki mondjuk még koncert előtt fél órával sír az öltözőben, mert bármi olyan történik vele, és kimegy a színpadra, és csinál egy nagyon jó koncertet, és mosolyog, az az előadó nem hazudik. Mert felmegy a színpadra, ami az ő természetes közege, csinál egy olyat, amit imád csinálni, ezzel ad valamit az embereknek. Általában, ha szerencsénk van, akkor a közönség szeret minket, és ezt élvezi, és az ott per pillanat nem hazugság, attól, hogy utána lemegy a színpadra, és megint ki van borulva. Csak próbálja a lehető legjobban, nem tudom, odaadni magát a közönségnek. Hát ebben tudunk egyetérteni, igen. Lehet, hogy veled is megtörtént, hogy előtte még sírtál valami miatt. Felmentél, jó paszba hoztad magad, igen. Adtál, visszajöttél, megint sírtál, igen, és akkor aki esetleg látta, nézte, hogy most ez mi volt? Azt gondolta, hogy valami bajom van. Vagy egy teljesen... őrült elállunk szemben, hogy lent még sír, fent mellett, utána megint sír. Sokszor gondolják szerintem azt, mondjuk akár tévében szereplő emberekről, hogy kicsit úgy őrültek. Pedig nem, csak hát más a ritmus. Pedig nem, teljesen normálisak vagyunk, csak más a ritmus szerintem. Nagyon nehéz azt megélni, hogy akárhányszor kimegy az ember az utcára, mindenki úgy bánik veled, mintha ismerne, és te ez egy kicsit ijesztő tud lenni egy idő után. De amúgy egyébként ez tulajdonképpen tényleg így van. Tehát azt mondod, mész az utcán, és akkor úgy néznek rád, mintha ismernének, és ők tulajdonképpen tényleg ismernek, mert néznek most is itt egy televízió műsorban, kimész, aztán az utcán látnak, és itt is megfigyeltek, hogy hogy mozdulsz, mire, hogyan reagálsz, minden egyes rezdülésedet most is figyelik, és akkor abból ki lehet olvasni, ugye? Kiolvassák az egész személyiséget, ebből is minden mozdulatodból, hangodból, mindenből. És akkor ők tényleg ismernek. Ismerik azt az igazit is, meg lehet ismerni azt az igazi Gabit. Hát igen, te de... meg őket nem ismered, nem ismered. És azt sem tudod, hogy ki az az ember, de ő ismert. Igen, és ezt egy kicsit csalódásnak élik meg, ha az én reakció, mondjuk nem olyan, mint hogyha én is ismerném őket. Úgyhogy így most így a tévén keresztül is szeretnék mindenkitől elnézést kérni. Kedves vagyok, de nem ismerem önöket. Köszönöm. Van egyébként ilyen. Gyakran szoktál egyébként elnézést kérni? Tehát például lehet, nem? Most a tesóm jutott eszembe, mert ő az, aki nagyon sokszor kér elnézést, olyanért sem, miért nem kéne. Na, azért kérdezem. Én egy kicsit ilyen nyersebb vagyok ilyen szempontból. Kicsit vagy nagyon? Nem, csak egy kicsit. A pont annyira, szerintem egészséges szinten. Mm. Csak az emberek meglepődnek tőle, mert annyira illedelmesek vagyunk már egymással, hogy olyan agressziókat gyűjtünk fel magunkba utána, amit máshol töltünk le. Tessék, itt a műsor elején mi is itt illendően elkezdtük, igen. Aztán lehet, hogy felgyűlemlik. De én ezeket őszintén gondolom. Na, jó, hát tehát, hogy ma az illedelemség az egy nagyon vékony pengeillen táncolás, mert az átcsaphat egy mesterkélt valamivé, amit megtanultunk, és nem is gondoljuk úgy, vagy meg se nézzük, hogy valójában kire mondjuk azt, hogy de szép vagy. Úgyhogy... Én megnéztem. Hát azt láttam. Teljesen jól megfogalmazta egyszer egy barátom, azt mondja, te miért akar veled a sajtó egy depressziós duci lányt csinálni? És mondom, hogy te, én ezt nem tudom. Fogalmas is, tehát nekik ez tök jó. És te meg meghagyod nekik lényegében. Nem hagyom. Miért nem? Nem hagytam neki, csak nem tudsz mit csinálni. Hát, tehát, hogyha kitalál rólad valamit, akkor ő megírja. Hát azért mondom, de lehet azt hagyni is, hogy miért? Igen, de én nem szeretem magam sajnáltatni, például én nem szeretem az ilyen önsajnáltatós izéket. Tehát nekem igazából a bulvársajtó, ez a ürességével van bajom. Tehát, hogyha mondjuk le is írja az én magánéletemet, hogy mit tudom én, de olyan ócska az egész, úgy, ahogy van. Ócska. Tehát, hogy minden cikk úgy van megírva, hogy ócska. Tehát, hogy látod a szóhasználatot. Nem érdekli, csak legyen valami, amit oda köpjek, és akkor az adott emberről. És a te lelkedet olyan ócska ilyen csomagolásban adja mondjuk ki, igen. Hogy borzalmas. Igen, mondjuk nevetek rajta. Elolvasod magadra, és azt, bocsánat, azt érzed, hogy úristen, én nem vagyok ennyire ócska.
Igen, egyébként most így egy kicsit bele tudtam gondolni, hogy mintha nem is tudom, a szemetes ládáknak a felületére lenne elhelyezve mindig egy hirdeti, vagy egy újság, és akkor oda csak ilyen, mit tudom én. A Fridivel beszélgettünk egyszer, és azt mondta, hogy maga miért foglalkozik azzal, hogy mit írnak magáról? Aki szereti, az úgyis szereti fogja. Nincs Szilveszter, de úgy tűnik, hogy ez egy kicsit olyan, mintha az lenne, mi most megtartjuk. Énekelj egy dallamot. Megzenésítem. Például most majdnem van egy ilyen populáris ritmusban. És akkor megy alatt a dalom. Vagy például latinba. Szóval én így működök. Én mindig, folyamatosan mindig zenélek. Csak az jut eszembe, bocsánat, hogy ez a dallam nekem egy gyermekeimnek dúdolt, ilyen altató dallam, és mitől, de most már ez fog eszembe jutni, mindig hogy altatom így el a gyermeket. Hát figyelj, ha latin éjszakákat akarsz, akkor felhívsz engem, és akkor latinosban megcsinálva, vagy lassú számba. Swingesen, mert hát én jazzzenész is vagyok, és... Én folyamatosan komponálok, amúgy hangszereket is utánzok, például Szabikám megy a dob. Akkor basszusgitár. Akkor a trombita. Vagy bocsánat, poza. Akkor gitár. A ritmus gitár, akkor hát a kongák, a perkásen. Szóval el vagyok így magammal. Egész alulra ezek, ó, egészen a legalsó csakra ezek, ó, 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 és az i az amúgy is itt rezeg. Tehát az ember azt csinálja, hogy ezzel az egész susumnát, azaz a központi ideg pályát pucolja. Tisztítod, tisztítod. Igen, hangokkal. És ez csak annyi, hogy ülök egy autóban, képzeld, de micsoda egy fantasztikus lehetőség, hogy nem hallgatom a marhaságot, hanem én magam csinálom magamnak azt, amit akarok, hogy ülök egy autóban, nincs ott senki, én vezetek 100 kilométer még, az több mint egy óra, vagy nem, mondjuk egy óra. És akkor azt sem, ez jó, és ez nekem elég, ez bódulatnak, ez pont jó. Mert amikor már tizedszer csinálom, akkor már tényleg egy ilyen, ilyen tudatállapotban vagyok, még azért fogom a kormány, de már van bennem egy ilyen állapot. Tényleg. Ezben megállítana a rendőr, akkor lehet, hogy alig tudnál válaszolni. Igen, néha. Ez így van, így van, így van. Tehát el kell intézni ebből az állapotból, hogy ne állítson meg a rendőr. Tehát azok a nagy komoly dolgok, amikor az ember ilyen állapotban van, akkor azért nem állítja meg a rendőr. Ha látja, akkor is inkább menjen. Nem is látja. Mert miért? Mert nincs ott rendőr. De nehogy azt hitt, hogy a rendőr az objektíve van a világban. A rendőr az szubjektíve van, tehát van olyan világ, amiben van rendőr, és van olyan világ, amiben nincs rendőr. És az ember váltogathatja ezeket a világokat. Tehát igenis lehet olyan világban tartózkodni, ahol nincs rendőr. Tehát sokszor van, hogy válással végződik a házasság, nem a szüleim találták ki. És ők már akkor elváltak, amikor együtt voltak, mert mind a kettőnek volt egy előző házassága. Ja, értem. Tehát én már akkor elvált szülők gyereke voltam, amikor még az én konkrét szüleim együtt voltak. Tehát a nővérem az anyukám első házasságában született, a bátyám meg apukám első házasságában. De
7-8 évig nagyon jóba voltak. Ezt utólag annak tulajdonítom, hogy egyrészt szellemileg egyenrangúak voltak, tehát nem volt alá-fölé rendeltségi viszony, és mind a kettőjüknek nagyon jó humora volt. Tehát egymást meg tudták nevettetni, és úgy érzem, hogy vevők voltak egymás humorára. És talán nem véletlen, hogy van humorérzéken. Mi kell ahhoz egyébként, hogy az ember, amikor nagyon lent van, akkor tudjon nevetni kívülről nézve saját magán? Mi kell ehhez? Azt mondod, egy kis intelligencia? Igen, de egyfajta elengedése ez az egónak. Tehát aki tud saját magán, a saját szituációján nevetni, az azon is képes nevetni, amit az egó például nem akar megengedni. Presztízsveszteség lehet benne. Megjelenhet a félelem, hogy már engem többé úgy nem vesznek komolyan, hogy kiderült rólam valami, amit én nem akartam megmutatni, a kiszolgáltatottság érzése, sok minden benne van. Aki ezeket bevállalja, és azt mondja, hogy igen, sem az imázsomnak, sem az énemnek, sem az én előrehaladásomnak nem fog ártani, vagy ha ez árt, akkor ártson, akkor ez is én vagyok, ha valaki képes egy nyíltan hozzáállni, akkor ez képes magán nevetni. Nem ritka dolog ez azért. Nem akarom túl misztifikálni, tehát az, hogy valakinek van humorérzéke, és a saját hibáján tudjon nevetni, röhögni akár, vagy mást nevettetni rajta, ez nem csak a humoristákra jellemző, rájuk nagyon. Ugye a jó humorist először is magával példálozik. Ha hallasz egy jó sztorit, nem azt mondod, hogy a szomszéd, akkor azt mondod, hogy a saját anyósod mondta. Hát a színpadon egyébként, de a színpadon, de otthon a humorista pedig lehet, hogy egyébként fapofa. Az lehet. Vagy olyan humora van, hogy vérlázító családtagoknak. Én nagyon szeretem a kutyákat, és nagyon nagyra becsülöm őket. És én azt gondolom, hogy valóban az ember legjobb barátja. És akkor már is nem vagy magányos. Igen, mert ott van Leopold és Doncika, a két argentin dogom. A Leopold az halálig velem marad, az biztos vagyok benne, tehát ő olyan társam, de Doncika is, hát tündér, ő 10 éves már, és egy éves korába került hozzánk. A Leopold szintén egy éves korába került hozzánk, de még csak 5 éves. Úgyhogy mind a ketten befogadottak. Én abban nagyon hiszek, hogy az a kutyus, aki befogadottként kerül gazdához, az örökké nagyon hálás lesz. Ez például a Leon, Leopold, több neve van, Leonid, de össze-vissza hívtuk mindenki, Leonidász, a spártai győző. De most Leopoldnak szoktam hívni, ez egy nagyon jó vicces név, és Leopoldul viselkedik most valahogy. Azt gondolom, hogy most a Leopold illik rá nagyon. Ő például, amikor oda került, akkor még Jupi volt, a Menheiről úgy került ki, hogy Jupiként, és aztán Leonra változtattuk a nevét, hogy egy új életet kezdhessen, ezzel is jelezve. Jupi nagyon rossz kutya volt. Jupi mindenkinek odakapott, Jupi beleharapott mindenkibe. Jupit el akarták altatni. Jupira azt mondták, hogy ez egy akkora köcsög, hogy ezzel nem lehet, ezzel biztos nem fogtok zöldágra vergődni. És Jupi megkapta a szeretetet, Leonná vált, majd később Leopoldá, és a Leopold az már olyan jó kutya, hogy kenyérre lehet kenni. Csak puszit tud adni, és tündér, és szót fogad, és aranyvirágom. Na de akkor lehet, hogy itt a recept, hogy azt mondod, hogy van egy óriási nagy köcsög, így mondtad. Igen, így mondtam. És szeretettel kell vele bánni. Pontosan. Tartósan, és addig kell szeretgetni, amíg aztán végül... Amíg aztán rájön, hogy az élet tulajdonképpen nem is olyan borzalmas, mint ahogy ő hitte. Igen, és ráadásul utána összefogva másokkal, már is nem magányos. Tehát a magányos köcsögből lett egy szeretetre méltó kis családtag. Hát nem olyan kicsi, mert 55 kilós, úgy néz ki, mint egy tömeggyilkos, egy vödörfejű argentin dog, de attól függetlenül nagyon aranyos. Bárki, aki egy egyetlen embert elpusztít, vagy megöl, az egy univerzumot pusztít el. Gondolom én, hogy önmagát is elpusztítja az, aki pusztít, mert ő már akkor maga a pusztító, a pusztulás. Ez abszolút így van. Nagyot lehet, hiába nincs idő, elképesztő módon lehet lezuhanni mégiscsak lejjebb a létezés fokain, a szinte alig létezés szintjére, és onnan megint 1000 életek visszakapaszkodni. De mivel van rá idő, mivel nincs idő, ezért van rá idő. Megteheti a lélek, ez a szabad akarat csodálata, megteheti, bármit megtehetsz, tedd meg, viseled, vidd magaddal. Hát most ezt mondod, bármit megtehetsz, tedd meg, én azért ezt nem tudom így mondani, hogy bármit megtehetsz és tedd meg, hanem inkább bármit megtehetsz, de a jót tedd meg. Én azt mondtam, tedd meg, és viseld. Hát tudom, hogy ezt mondtad. Vidd magaddal a puttonyon, a jót, a rosszat, te döntöd el. Ez a szabadakra, te döntöd el, hogy mit teszel. Csak vannak törvények, most nekem itt hivatalból is ki kell állni a műsor miatt is. Így van, a háromdimenziós létezés törvényeit érdemes betartani. Ennek a fajta háromdimenziós létezésnek a törvényét, hiszen törvények nélkül nem tudunk létezni. Itt ebben a háromdimenzióban nem megy. Hogy a fenében minden? Én arra értettem, hogy
Mindazok, akik azt hiszik, és azt gondolják, hogy bármit, bármikor megtehetnek, akkor az nagyon-nagyon nagy tévedés. Valószínűleg egyébként ezek a fajta dolgok is vittek téged, arra gondolom én, hogy például türelmesebb vagy, meg gondolom, hogy a korábbi haragodat is most már sokkal inkább ügyesen... A harag kiégeti belőlem a gyűlöletet. Én tudok nagyon haragudni, nagyon be tudok gurulni még mindig nem vagyok szent ember, nem sikerült, nagyon be tudok gurulni, de az a csoda már megtörténik, hogy igyekszem megfogni a pillanatot, amikor elindul a harag, és ha már nem tudom megfogni, akkor kiengedem magamból, de már gyűlölködéssel szinte senki nem tud rávenni semmilyen formában. Mondom, a harag kiégeti belőlem a gyűlöletet, még másnap fortyogok, és harmadnapra már hol van? De jó, ez tényleg tud így lenni. Tehát adott pillanatban, tehát most beszéljünk egy ilyen szélsőséges pillanatról, amikor felhúzzák az embert, hirtelen felcsattan, akkor én mindig is az a típus voltam, aki hamar kiadom magamból a mérget. Akkor én nem vagyok az a típus, mint például a Tomi, hogy szép csöndben kivárja, amíg elszámol 10-ig, és akkor megnyugszik. Én bizony én azonnal robbanok. Ő például lehet, hogy szebben fogalmaz, hogyha valaki cifrát mond. Tomi. Ő lép egy lépést hátra, ő akkor elhallgat, és akkor megvárja, amíg lehiggad. Én viszont azonnal robbanok. Tehát itt tulajdonképpen kiegészítjük egymást. Lehet, hogy te be is húzol egyet, például szóval annak a másik ember. Lehet, így van, így van. Mondasz egy még cifrábbat. De aztán később megbánom, és rájövök, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha higgadtabban viselkedem. Úgyhogy ebben a tekintetben jó lenne változni, de nem nagyon sikerül. Akarsz? Nem tudom. Nem tudom, mert szerintem jogos a felháborodásom abban a pillanatban, amikor engem felhúznak. Úgyhogy jobb azt kiadni, inkább ez jöjjön ki, mint a körzeti orvos szokták mondani. Nem szeretem a szorulásos dolgokat. Hát azt, igen. Sőt, most jut eszembe, te mondtad nekem, hogy hiperaktív, de egyébként te vagy az, aki egyébként mindig izeg, mozog. Én borzasztóan, tehát nekem az 5 perc, amit én fücsörgésre tudok tölteni, az már rég lejárt. Tehát azért, hogy én izgek, mozgok, egyébként a fodrász, igen. És mondja csak a fodrász. Ja, a fodrászom is mindig nagyon viccesen van egy stoppere, ami csak nálam használ, és mondtam, első alkalom, amikor találkoztam, mondtam neki, hogy drágám, az a helyzet, hogy 5 percig bírok egyhelyben ülni, úgyhogy a gépet légy szíves indíts be, és azóta egy stopperre mérezített, hogy mennyi ideje van még. És akkor látja, hogy közeledik az idő, akkor mindig gyorsan elkezdődik. Most már jó, még egy kicsit bírki, mert mehetsz is. De biztos van olyan dolog is, amit viszont nem sietsz el, amire odafigyelsz, és oda szállod az időt. Mire gondolsz? És nem muszáj megmondani, de van olyan is. De biztosan van olyan is. És amire odaszánod tényleg az időt, és törődsz vele, és figyelsz lövészet. Rá. Lövészet, azt nem lehet elkapkodni. De egyébként lőni is szeretsz. Igen, elég gyakran járok ki a lőtére, ha már itt tartunk. Egyébként az a baj, hogy ugye mivel a nejemre kevés idő marad ezért, tehát hogy mondtad, elég kevés idő marad egyébként a drága nejemre, esténként találkozunk, amikor hazaér, igen. Hazaér, és akkor megbeszéljük. Gyorsan elbeszéljük a dolgokat, hogy mi van, és már este 10 óra van, és már alvaszik is. Tehát, hogy... De összességében tudsz akkor végül is nem izgő mozgó is lenni, mert most itt is tudsz, most is például ebben a pillanatban komolyan nézel, nem akartál elszaladni, mert közben egyszer sem álltál fel például. Dehogy nem, csak a mikroportot kiúztam. Tényleg? Vigyázz, nehogy valami bajod essen, mert egészen átváltozott az arcod színe is. Tényleg, vigyázz magadra, kérlek, ilyenkor biztosan felszabadul a szervezetbe is valami. Ja, igen, egy aztán... szín. Helyettem, pirosat, most mi fogtam vissza. Na. Milyen érdekes egyébként, tényleg így végig lehetett nézni élőben, hogy változik át egy ember színe a tévében. Valóság show. És aztán majd vissza is változik, hogy bocsánat, nyeld le nyugodtan. Nagyon nehéz egyébként úgy lenyelni a kortyot, hogy már bent van, és egy ilyen helyzet adódik. Igen. Nehéz. Na, bocsánat. Hát most eddig tudtunk beszélgetni. De ha beszorult volna valami, akkor engedd ki. Hát, nincs. Talán akkor most rendben van. Így, akár összekulcsolt kézzel is. Örülök. Én is örülök. Köszönöm szépen. És még most lesz vége. Vége.
még egyszer ennyit összegyűjtöttünk, úgyhogy egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt, majd megint mutatunk egy ugyanekkora csokrot. Úgyhogy találkozzunk legközelebb is. Hargitainé Csendes Mónika a jelzőrendszert érintő változásokkal kapcsolatos előadását hallhatják. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Itt módosítottam itt, amivel készültem, hogy egy pár gondolatot azért én elmondanék, mivel tudom, hogy a szolgálat munkatársai átküldték a szakmai ajánlást is és a protokollt is. Alapvetően értelmetlen is lenne nekem itt az egészen végigmenni, mert hát mindenki el tudja olvasni. Ami a legnagyobb változást illeti, inkább csak azokról mondanék egy kicsit, meg az irányról, jó? Meg hogy miért ilyen terjedelmes, hogyha már ezt így hallottuk az előbb. Az egyik legfontosabb szabályozás, ami a jogszabályokban, illetve a szakmai szabályozó anyagokban történt tavalyhoz képest, hogy megtörtént a jogharmonizáció. Nagyon nagy probléma volt eddig, hogy nekünk gyermekvédelmi szakembereknek a minisztérium, az EMI mindent megmondott, hogy mit, hogyan kell csinálni, és ránk bízta azt, hogy mi ezt a jelzőrendszer fele kommunikáljuk, ami valamiért nem igazán sikerült. Vagy mi kommunikáltuk rosszul, vagy ők nem voltak jó befogadók, de az együttműködés döcögött. Nem jöttek a jelzések az iskolákból, a védőnöktől, a rendőrségtől, az óvodáktól, a bölcsödétől, a szakszolgálattól olyan mértékben, ahogy annak kellett volna jönnie. És nem tudott az együttműködés professzionális módon megvalósulni. Na most, a nagy változás az az lett, hogy beletette az egészségügyi törvénybe is, illetve a köznevelési törvénybe is a gyermekvédelmi feladatokkal, a gyermekvédelemhez kapcsolódó feladatokat és a GVT-re való utalást. Tehát így tulajdonképpen most már mindenki a sajátjának kell, hogy érezze azt, hogy a gyermekvédelemmel muszáj foglalkozni. Ágazatonként ki fognak jönni szakmai szabályozók, tudom, hogy az óvónőknek, vagy a védőnőknek, bocsánat, már kijött, tehát nekik kijött egy olyan szabályozó anyag, ami kifejezetten a gyermekvédelmi dolgokkal foglalkozik, ugyanígy ki fog jönni majd az oktatási nevelési intézményeknek is. Ki fog jönni egy kifejezetten az iskoláknak is majd. Tehát, hogy ez az irány, hogy rájöttek arra, hogy valószínűleg nem rajtunk keresztül kellene ezt a dolgot kommunikálni, hanem így direktben mindenkinek a saját szakmai felettes szerve fogja ezt majd megküldeni. De egyébként addig is minden kötelezően vonatkozik ugyanúgy a gyermekvédelmi alapellátásban dolgozó szakemberekre, illetve a jelzőrendszeri tagokra is. Egyre inkább le van minden szabályozva, ennek az az oka, hogy nagyon sok helyen nem működik. És ez az irány, hogy akkor pontosan betűről betűre mindent leszabályoznak. És mellé rendelik a szükséges szankciókat is. Rendkívül sok az ellenőrzés, és hát itt egy oldalon keresztül írja, hogy milyen szankciók vannak akkor, ha például elmarad egy jelzés. Beindultak a gyermekvédelmi bírságok, tehát most már van, hogy iskolát bírságolna, vagy én ilyenről tudok, hogy iskolát bírságoltak elmaradt jelzés miatt. A kormányhivatalban folyamatosan jeleznünk kell azt, hogy ki jelez, ki nem jelez, milyen problémát jelez. Tehát folyamatos a számonkérés. Ezt azért, ebben mindannyian együtt vagyunk benne. Én itt most nem azt a szerepet akarom eljátszani, hogy akkor most mindenki jelezze, mert ennek milyen következményei vannak. Ez az egész rendszer, ez mindannyiunkra vonatkozik. Amit én még itt olvastam, és nagyon fontosnak tartok egyébként elmondani, hogy a protokoll egyébként, nem készültem projektorra, bocsánat, egészen egyszerűen ilyen folyamat ábrákban írja le azt, és ezért érdemes átnézni ezt, hogy mikor, mire kell jelezni, minek, mi a következménye. A problémát észleli egy pedagógus, utána fennáll-e a veszélyeztetettség gyanúja. Hát itt az első probléma, mindenkinek pontosan tudnia kell, hogy mi az, hogy veszélyeztetettség. Ugyanúgy kellene az iskolában tudni azt, hogy mi az, hogy veszélyeztetettség, mint nekem a szolgálatnál, vagy a gyermekjóléti központban. Hiszen akkor honnan tudja, hogy saját kompetencián belül meg tudja oldani azt a problémát, vagy mi az, amit tovább kell neki jeleznie.
És akkor van az, hogy nem, vagy igen. Fennáll-e az életet, testi épséget veszélyeztető tényező? Ezeket is mint. Tehát, hogy itt olyan fogalmakat használ, amit mindannyiunknak egyféleképpen kell használni. Ez nem tehát tök mindegy, hogy én magánemberként mit gondolok arról, hogy családon belüli bántalmazás. Van, aki azt gondolja, hogy egy pofon belefér, mert őt is úgy nevelték annak idején, vagy bármi más, ami a veszélyeztetettségre utalhat. Az egyéni értékrend nem számít. Itt mindenkinek ugyanazok alapján, a jogszabályok alapján kell a veszélyeztetettséget megítélni. És ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát én azt gondolom, és én itt nem is akarok ebbe belemenni, hogy ez mi, hogy kérjék a szolgálat segítségét. Én az egész Szentendrei járást ellátom tanácsadóként, és tudom azt, hogy itt a szolgálatnál a kolléganők bárkinek segítenek. Tehát hívják meg őket nyugodtan nevelési értekezletekre, vagy szakmai megbeszélésekre. Biztos vagyok benne, hogy el fognak menni. Érdemes leülni az egész tantestülettel együtt, hogy ne akadjon el az információ a gyerekvédelmisnél, az intézményvezetőnél, a bárkinél, hanem hallják azt, mindenki hallja, hogy mi ez, milyen esetekben kell jelezni. Én Szentendrén vagyok egyébként, nálunk most nagyon sok iskolába meghívtak minket, nyilván folyamatosan kellett az iskolákat ezzel megkeresni, hogy adjanak lehetőséget arra, hogy ott a tantestületi értekezleteken, tanévkezdőn, tanévzáron, mindegy, vagy tematikus napon, vagy tanítás nélküli nevelési napon. Tehát ennek megvannak a maga formái, ezt önök tudják a legjobban, de ugyanígy a védőnőknél is ugyanez megtalálható az óvodákban. Kapjanak lehetőséget arra a kollégák, hogy ezt elmondják, mert ez mindannyiunknak a közös feladata. Folyamatosan azt hallom vissza egyébként, hogy nem erre szerződtünk. Nem erre szerződött a matek tanár, nem erre szerződött a védőnő, nem akarja ezt a feladatot ellátni az óvónő, aki bizalmi kapcsolatban van a családdal. De az az igazság, hogy ez van. Tehát, hogy mi most nem, ezzel most nem tudunk mit csinálni. A gyerekvédelmi rendszer most manapság így néz ki. Ez a jogszabályi környezet, ez a struktúra, és ebben kell nekünk megtalálni a helyünket. Ez a gyerekekért van, hogy ne legyenek azok az esetek, amiket a médiában lehet hallani. És addig, amíg vannak ilyen esetek, ez valószínűleg nem lesz megengedőbb, ez egyre szigorúbb lesz. Úgyhogy kötelező ezeket a feladatokat ellátni, és a kollégák ebben tudnak segíteni. Én föl szoktam ajánlani azt is az intézményeknek, hogy hívják meg a kollégákat szülői értekezletre. Nem tudom, hogy ez itt működik-e. Ha nem, akkor keressék meg ezzel a pomázi kollégákat, fognak segíteni. Meg lehet őket hívni szülői értekezletre, és már eleve tudnak egy arcot kapcsolni a szolgálathoz, már eleve tudja, és látják, hogy a kedves kis Andi, a kis mosolygós, vagy az Ildi, vagy akár kicsoda, hogy nem az van, hogy nagyon a gyerek jól lét, és elviszi a gyerekemet, ugye, ami egy ismerős szöveg. Illetve ők is tudják tájékoztatni azokról a kötelezettségekről, amivel ilyenkor az óvoda meg az iskola rendelkezik. Tehát, hogyha oda megy a kollega, és elmondja a szülőknek, hogy kedves szülők, egy óra igazolatlan hiányzás után ez történik, ismétlődőnél az történik, 10 óránál, gyámhivattal, szolgálat, 30 óra, hatósági osztály, akkor pontosan tisztában van azzal, hogy velem nem az osztályfőnök akar kiszúrni, hanem ez van. És akkor már tudja, hogy ennek bizony ez a következménye. Ráadásul, amit én még nagyon szoktam ajánlani, vagy amiért mi szeretünk menni szülői értekezletre, hogy el tudja mondani, a kollega be tudja mutatni a saját szolgálatát, el tudja mondani, hogy milyen szolgáltatások vannak, és kvázi az iskolát, óvodát kihagyva a szülő önkéntesen is meg tudja keresni a szolgálatot. Tehát ez is egy, azt gondolom, hogy egy jó dolog lehet. Tehát én ezt is, nagyon-nagyon sok formája van, ahogy együtt lehet működni a szolgálatoknak és a jelzőrendszeri tagoknak. Érdemes ezt átgondolni, hogyha nincs az intézménynek
ötlete, akkor a kollégáknak lesz, tehát attól nem kell félni, hogy nekik nincs, csak be kell őket engedni. Tehát, hogy én ezt kérem, hogy engedjék be, mert az irány az ez, hogy egyre inkább benne lesznek, egyre hangsúlyosabban benne lesznek a jogszabályokban, a szakmai szabályozókban, mindenki úgy fogja érezni, hogy őrült sokat várnak el tőle, és nem tudja, hogy mi. Nekem sokat szokták visszajelezni az intézmények, hogy nem tudják, hogy mi történik a jelzés után. Miért nem? Tehát miért nem tudja azt egy jelzőrendszeri tag, hogy jelezés utána mi történik? Mert vagy nincs tájékoztatva, de miért nem kérdezi meg? Tehát, hogy egyszerűen muszáj együttműködni, kötelező együttműködést ír elő a szakmai ajánlásunk. Kötelező együttműködést, tehát ilyenkor oda kell hívni egy kollégát, oda megy és elmondja, bejön a jelzőlap, onnantól kezdve 15 napon belül vissza kell jelezni, és milyen együttműködési pontok vannak, milyen adminisztráció, tehát ha az iskolában van egy problémás gyerek, és van róla egy akta, akkor onnantól kezdve milyen papíroknak kell abban benne lenni gyermekvédelmi szempontból. Hogy néz ki egy pedagógiai vélemény? Nem tudom, ez nálatok, Andi, szokott-e problémát okozni? Nem annyira. Oké, akkor itt ez tök jól működik, nálunk szokott időnként problémát okozni. Milyen információk legyenek benne? Pontosan mi a szerepe egyáltalán a pedagógiai véleménynek, mire használom föl, belenéz-e a szülő, láthatja-e a szülő, okozhat-e ez később konfliktusokat. Tehát, hogy ezer szakmai dilemmát vet fel egy-egy ilyen kérdés, és ezeket át kell beszélni, mert különben nem fog jelezni a jelzőrendszer, hogyha fél, hogyha úgy érzi, hogy nincs megvédve, ha úgy érzi, hogy tudnia kell, hogy mikor kezelünk zárta a jelzéseket, mi az, amibe bele tud nézni a szülő adott esetben. Tehát itt azért vannak nagyon-nagyon zűrös esetek, ezt mindannyian tudjuk, hogy ne akadjon el, hogy legyen minden jelezve. Jó? Tehát én nem is nagyon rabolnám tovább az idejüket, ha van kérdés, nagyon szívesen válaszolok. Működik-e családsegítőn belül ország más pontján lévő családsegítő központokon? Kapcsolat. Együttműködési kötelezettsége van. Tehát ő leszerződik ugye a családot, mondom, tehát a család együttműködési megállapodást köt a Berettyóújfalui szolgálattal, vagy központtal, és ott a kollégá fele neki tájékoztatási kötelezettsége van jó esetben. Tehát elvileg ugye a sima esetben ő jelzi, elköltözünk Pomázra, és akkor a pomázi kollégák megkapják az iratanyagot. Hát rosszabb esetben is, de egyébként ugye az iskolák nyomon követik, tehát a befogadó nyilatkozatok, vagy a védőn, hát az országos hálózat szinten szerintem a védőnő az egyik legjobban működő hálózat az országban. Tehát a gyerek onnantól kezdve, hogy megszületik, valamilyen rendszerben van, mert ugye addig, amíg nem kerül közösségbe, addig a védőnői hálózat, utána pedig az óvodai, az iskolai hálózat 16 éves korig. Tehát azért úgy nem tűnnek el gyerekek, ebben az országban bízunk benne. Volt velük kapcsolat az ottani családsegítő, és hogy itt tudnak-e róla majd. Mert nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez így működik. Tehát valószínűleg nem a gyerekjóléti központtal van a baj, hanem azzal, aki szerződött, illetve az nem fogja itt mondani. Később derülnek ki azok a problémák, és az már lehet, hogy jó késő, hogy ez a gyerek valamilyen szinten már volt szem előtt, és csak később derülnek, és később tudunk segíteni rajta. Az új lakcímre elküldik a papírokat a kollégák, az egész iratanyagot meg kell, hogy küldjék. Ahol életvitelszerűen tartózkodik a gyerek, az a szolgálat az illetékes, és az az eset gazda, tehát az eredeti vagy iratanyag az mindig ott van annál a szolgálatnál. Lehet itt egy olyan átmeneti időszak, amikor még nem tudja az itteni szolgálat, hogy ott gondozásban volt, de ez egy átmeneti időszakról beszélünk. Én azt gondolom, hogy olyanról én még nem hallottam, Judit, nem tudom, hogy te mondjuk régebb óta vagy, de hogy én még arról nem hallottam, hogy így teljesen eltűnt volna az iratanyag, tehát hogy teljesen elakadt volna. Ha van ilyen, akkor nem tudom, hogy annak mi az oka. Elvileg kell. Ugye most egy olyan rendszer van, amiben ketté választották tulajdonképpen, úgy két szint van. Van a központ, ugye, ahol mi a
akik hatósági intézkedés alá bont gyerekekről beszélünk, viszont van az alapellátás vagyunk mi is, de alapellátás vannak a családsegítő munkatárs kollégák, ugye a családsegítő gyerekvédelmi szolgálatnál, és ott ugye van egy ilyen együttműködési megállapodás. És hogyha te nem, tehát hogyha mondjuk az esetet lezárja, és úgy költözik máshova, akkor ez előfordulhat. Érthetőbben nem tudja mondani. Az a lényege, hogy négy helyről kaphatunk ilyen esetben jelzést. Tehát, hogyha védelemben van a gyerek, akkor a gyámhivatalon keresztül megkeresni központ hozzánk kerül a jelzés. Tehet jelzést a szolgálat, hogyha ott gondozás, alapellátás volt az előző lakóhelyéről, akkor ha elmondja a család, hogy hova költözik, akkor automatikusan küldik át az iratanyagot. Bejöhet szólni a család, mert több esetben erre is volt példa, hogy ott a lelkére kötötték, hogyha az új helyre költözik, akkor szóljon, be is jöttek szólni. Illetve a negyedik, ami pontosan a jelzőrendszerről szól, hogyha tudomásuk van, hogy beköltözött egy család, esetleg valami gyanú van arra, hogy valami nem jól működik, vagy valami probléma lehet, akkor ők is jelezhetnek nekünk, és mi megkeressük az előző lakóhelyéről a szolgálatot, és így kérjük át az iratanyagot. Volt tavaly probléma egy családban, aztán ide költözött. Folyó esetekben egyébként én azt gondolom, hogy nem igazán. Tehát ott emberi mulasztás van, ott valaki hibát követett el, a rendszer az úgy van kitalálva. Na most az meg, hogy régi esetekkel mennyire kell nekünk foglalkozni, addig, amíg itt nincs probléma, addig azt gondolom nem kell. Tehát nekünk ugye a jelen helyzettel kell foglalkozni, az, hogy a múltban mi volt azzal, már most úgysem tudunk mit kezdeni. Ha meg friss jelzés van, akkor meg újra el kell a gondozási folyamatot kezdeni. Ami még nekem nálam föl szokott merülni dilemaként, és akkor azért hozom ezt be, hogy elég sok iskában találkozom azzal a gonddal, hogy vagy még mindig tartunk itt egyes intézményekben, hogy ami otthon történik, az az iskolának nincs köze, mert nincs köze a szülő gyermeknevelési módszereihez, eszközeihez, ő az iskolai, tehát épületen belül, az iskolai időben történő problémákkal foglalkozik, és ez nem így van. Jó, tehát nagyon-nagyon egyértelmű, és ezért ajánlom egyébként ezeket nagyon tényleg alaposan átolvasni, mert hogy ez annyira nem így van, annyira konkrétan leírja, hogy kiemelten súlyos probléma, ami súlyos veszélyeztetettségre utal, és amit az iskolában észre lehet venni, hát az éhezés nem megfelelő táplálkozás, jó, az mindenkinek egyértelmű. Fizikai bántalmazás a családban. Tehát addig, amíg mondjuk nekem volt olyan családom, ahol az iskola 2 évig tudta azt, hogy a gyereket verik otthon rendszeresen, és olyan meg nem engedett büntetési módokat alkalmaznak, amit szerintem egy felnőttnek is elég nehéz lett volna kibírni. És azt mondja, hogy de hát az otthon, de ez nem így van. Tehát ami a családban történik, és ez a nagy felelőssége most egyébként mindannyiunknak, és különösen most ez a jelzőrendszernek, mert nekünk ez eddig is ez volt, de hogy önöknek is most már, hogy bizony az ilyet jelezni kell, és a gyanút. Tehát gyanú esetén ezeket jelezni kell. Senki nem, önök nem nyomozóhatóság, mi nem vagyunk nyomozóhatóság, nem kell ezeknek a történeteknek utána menni. Ha a gyerek erre utal, ha a gyereken olyan nyomok vannak, és nyilván nem tornaórán esett el, és attól olyan a térde, tehát gyanú esetén ezt jelezni kell. Erre van egy olyan védelem, ezt biztos a kollégák elmondták, hogy zártan kezelésnél nem derülhet ki a jelző személye, illetve semmilyen adata, a jogalkotó ezzel próbálja megvédeni ilyenkor a jelzőt, akárki is legyen az. Ami még ennél is, bocsánat, még nehezebb, pszichés bántalmazás a családban. Tehát, hogy ez olyan-nagyon sok gyereket érint manapság, hogy nagyon nehéz tetten érni, nagyon nehéz megfogni, szintén. Jelzési kötelezettsége van az összes kötelező jelzőrendszeri tagnak, amibe beletartoznak az itt jelenlévő szakemberek, mindenki kivétel nélkül. Úgyhogy nyilván a gyermek szexuális zaklatása, ez egyértelmű. Tehát kifejezetten elhanyagolás, gondozatlanság, jó, ezt szokták jelezni, mert ez tetten érhető az iskolában, hajléktalanság, nem megfelelő lakáskörülmények. Tehát azt gondolhatja az iskola, óvoda,
mondjuk a védőnők azért ezt beszokták jelezni, hogy nem most az, hogy otthon mi van, milyen lakáskörülmények, ez így nem. De igen, tehát be kell jelezni ezeket a helyzeteket, és nem azért, mert hogy ennek a család számára következményei lesznek, hanem mert a segítséget nem tudják megkapni addig, amíg mi erről nem tudunk. És egy biztos, hogy mi nem fogunk végig kopogtatni se Pomár, se Szentendre, se a járásnak a családjaiba, hogy jó napot kívánok, itt vagyok, segíthetek-e valamit. Tehát az önök feladata is, meg hát nyilván a szülői felelősség az, hogy bejöjjön és kérjen segítséget. Zsófi, itt utalnék egyébként vissza arra, amit az előbb mondtál, hogy gyermeki veszélyeztetés az is, amikor a szülőnek van egy papírja arról, hogy milyen fejlesztések kellenek a gyereknek, vagy milyen vizsgálatokra kell elvinni, milyen kontrollvizsgálatokra, és nem viszi el. Tehát ez is nagyon egyértelmű, hát a szülőnek óriási felelőssége. Hát ez az, tehát az egészségügyi veszélyeztetés. Tehát ilyenkor, amikor erről tud a jelzőrendszer egy tag, mert mindegy, hogy a gyerek hova jár, azt jelezni kell nekünk, hogyha nyilván első körben az, hogy először beszél anyukával, apukával, hogy de be kellene adni, meg el kellene vinni a kontrollvizsgálatra a gyereket, most teljesen mindegy, hogy ez egy szemészet, vagy egy tanulási képességet vizsgáló szakvizsgálat. A lényeg az, hogy a gyerek, hogyha valamilyen szükséglete egészségügyi, vagy tanuláshoz kapcsolódó, vagy bármilyen szükséglet a gyereknek nincs kielégítve, az veszélyeztetés. Tehát innentől kezdve az ember első körben beszél a szülővel, és hogyha nem történik valamiféle változás, akkor azt jelezni kell. Mert nálunk lesz majd később az az eszköz, hogy már együttműködést lehet kikényszeríteni hatósági úton. Hát ha más nincs, de ha a gyerek érdeke ezt kívánja, akkor ezt kívánja. Tehát mi azért vagyunk ott, hogy ezt... És sokszor nem is tudják eldönteni. Tehát egy tanár mondjuk nem biztos, hogy el tudja dönteni azt, hogy annak a gyereknek, most azt mondta a védőnő, hogy nagyon hunyorog, mert a szemvizsgálaton, az éves szemvizsgálaton nem látta az alsó négy sort, mondták, hogy menjen el szemészetre, és nincs szemüvege, és telik az idő, és nincs szemüvege, gyerek nem lát, fáj a feje. Nem biztos, hogy a tanár tudja, hogy annak a gyereknek, a szüleinek mondjuk olyan anyagi problémája van, hogy nem tudja a tök egyszerű szemüveget, amihez mi két perc alatt rendelünk egy valamilyen forrást, anyagi forrást, és lesz a gyereknek szemüvege. Vagy egy szülői elhanyagolásról van szó, hogy apa, anya elissza a pénzt, és akkor nem érdekli őket a gyereknek a szemüvege. Tehát, hogy ilyen egész apró dolog is lehet jelzés az, hogy nem lehet feltétlenül tudni, hogy mi van a háttérben. Ez a mi dolgunk, tehát ezt nekünk kell feltérképezni. Itt a tünet az annyi, a probléma az annyi, hogy a gyerek nem lát és nincs szemüvege. Hiába jelezte ezt a védőnő, orvos, akár kicsoda, hogy szükség van rá. Tehát ugye ennyi az egésznek a lényege. Bejön jövő év szeptemberétől az óvodai iskolai szociális munka, a gyermekjóléti központokhoz lesz rendelve, hogy pontosan milyen formában, ezt mi még itt a járásban nem tudjuk, mert még nem lehet tudni. Ha tudjuk, akkor nyilván erről fog minden óvoda és iskola információt kapni, meg tudni, hát úgyis akkor egy közös munka elindul itt a központtal, de nem lesz visszaállítva a gyermekvédelmi felelős. Például átnéztem a hátrányos helyzetű kritériumokat, tehát hogy megélhetési gondok, hát ezt egyáltalán nem biztos, hogy eljut az iskoláig, a lakhatási probléma, az egyedülálló gondviselő, gyakorlatilag már ez sem biztos, hogy eljut az iskoláig, mert olyan keszekuszák ma már a családok, tehát én most pont elsőben németet tanítok, bepróbálkoztam a gyerekekkel, hogy rajzoljátok le a családotokat, aztán körülbelül egy 45 perc múlva azt mondtam, hogy inkább felejtsük el ezt a feladatot, mert egyszer nem tudják megoldani. A családi konfliktus vagy eljut hozzánk, vagy nem, az életviteli probléma vagy eljut hozzánk, vagy nem. Aztán onnantól kezdve persze könnyebb az elhanyagolás, a magatartás, beilleszkedési zavar, fogyatékosság, retardáció, ezek könnyebben felismerhetők. Nekünk, ami régebben nagyon sokat segített, hogy eljutottak hozzánk ezek az RNS-es papírok. Tehát legalább arról tudtunk, hogy kik azok, akik rendszeres nevelési segélyt kapnak. Ma, hogy ez összesen a közétkeztetésben jelenik meg, és a közétkeztetésnek semmi köze nincs az iskolához most már, vagy fordítva, ezekről sem tudunk gyakorlatilag, illetve ahol kellett még a tankönyv.
Ugye, hogy az ingyenes tankönyv kinek jár. Most már, mivel mindenkinek jár az ingyenes tankönyv lassan, gyakorlatilag abszolút nem tudunk arról, hogyha a gyerek nem közlékeny, vagy a szülő nem fordul oda hozzánk, akkor erről az előbb felsorolt 5 tünetről gyakorlatilag egyáltalán nem biztos, hogy az iskolák tudni fognak. És ráadásul ma már a szegény gyerek az nem biztos, hogy szegény gyereknek látszik. Mert ő rajta is Nike cipő lesz, ő neki is jobb mobiltelefonja van, mint a tanárok nagy részének. Aztán, hogy ehhez hogyan jut hozzá, vagy hogyan kerül, tehát nincsenek már ilyen nyilvánvaló tünet jelenségek, mint amilyenek voltak azelőtt. Én azt gondolom, hogy ha már azok a tünetek eljutnak hozzánk, amiket tapasztalnak a pedagógusok, az már jó. Tehát az már az első lépcső. Tehát, hogy minden gyerek nem fog eljutni a gyermekvédelmi rendszerbe egy ilyen 100%-os, na ez sose lesz, ez biztos. De ha már lehet azt látni, hogy egy gyereknek megváltozik a viselkedése az iskolában, ha van rálátásom arra, hogy visszahúzódóbb lesz, hogy szorongóbb, hogy a kis elsős esetleg újra bepisült, de már előtte szobatiszta volt, vagy rágja a körmét egyik pillanatról a másikra, és összerezzem, vagy kialvatlan rendszeresen leesik a feje órán, akár a nagyobbnak is, vagy magába fordul, vagy éppen agresszív lesz, és az a gyerek, aki egyébként jól beilleszkedett az osztályba, egyik napról a másikra elkezdi a társait abuzálni. Tehát ha már ezek az esetek eljutnak hozzánk, azok már jók szerintem, én azt gondolom. Igen. Ezt tudom erre mondani, és sok gyereke nem látszik az, hogy milyen anyagi helyzetben van a család, ez nem is feltétlenül tartozik ránk. A problémák nagyon sok esetben kifejezetten a jó anyagi körülmények között élő családoknál jelenik meg. A problémák egy nagy része. Úgyhogy ez nem jelent gyakorlatilag ma már szinte semmit, hogy egy gyerekem milyen cipőn van, vagy milyen telefonja van. Egyébként ezért is mondtam azt, hogyha a kollégák bejutnak az iskolákba, meg az óvodákba, és be tudnak mutatkozni, akkor a szülők megtudják, hogy van ilyen lehetőség, hogy ide el lehet jönni, hogy önkéntesen, hogy ez mit jelent, ez nem azt jelenti, hogy akkor viszik a gyereket másnap, hogy milyen szolgáltatásai vannak a szolgálatnak, a központnak, hogy van mediáció, hogy ha problémás a válás, akkor el lehet jönni és kérni mediációt, hogy van pszichológus, hogy van fejlesztőpedagógus, hogy van jogász, családterápia. Tehát, hogy annyi szolgáltatásunk van, amit igénybe lehetne egyébként venni, és a szülő, amikor éppen ott van abban a válási helyzetben, hogy válnak, vagy megromlott a kapcsolata, akkor már sokkal hamarabb kaphatna segítséget, és ha ez nem durvul annyira el, akkor lehet, hogy a gyereken sem fog meglátszani az, hogy éjszaka üvöltöznek egymással, és ő meg nem tudja magát kipihenni, vagy hogy szorong őrült módon azon, hogy apa, anya most elválik, és most akkor itt most mi lesz velem ebben a helyzetben. Azt szeretném tudni, hogyha engem büntetni akar ez a törvényhozó, akkor én pontosan tudom-e, hogy nekem mit kell csinálni. Mert most elmondtad, hogy akkor föl kéne vetnem a kérdéseket a szülőnek, hogy miért nincs szemüveg, miért nincs... Ez most nekem szerintem 2 hónapos levelezésem lenne most előre láthatólag, hogy mi mindent tudok én. De nem, mert én tényleg mindent tudok, és valóban a szülő, a 110 gyerek szülője, talán 10 olyan, aki tesz is a gyerekért, a másik 100 meg nem. Hanem tudomásul vette, hogy flapping van, és ezzel befejeztük az ügyet. Tehát most én 100 levelet írhatnék 100 gyerekről, mert sejtem, hogy nincs meg a szemüveg, sejtem, hogy nem vitte el erre a vizsgálatra, arra a vizsgálatra, stb. Szóval, és akkor ezt milyen munkaidőből, hogyan, milyen levélpapíron, ilyen egyszerű kérdéseim vannak, mert hogyha szankció tartozik hozzá, akkor viszont pénzparipa fegyver is kéne hozzá. Tehát nyilván vannak exakt dolgok, amire tehát ahol könnyű utolérni az, hogy elmaradt egy jelzés. Akkor, amikor 168 óránál jön az első igazolatlanos jelzés, akkor mondjuk az egy egészen egyértelmű dolog, hogy ott valaki előtte több lépést kihagyott, és mulasztott. Na, ilyen esetben tudok egyébként gyermekvédelmi bírságról, hogy megbírságolták az iskolát, mert hogy itt tényleg kimaradt több lépés.
Ez egy könnyen utol érhető dolog, de az, amikor veszélyeztetettség fogalmánál tartunk, hogy tényleg egyébként, hogy mi az, és az nem egy ilyen nagyon-nagyon megfogható dolog, akkor azt nehezebb nyomon követni. Én azt gondolom, hogy na egy a lényeg, hogy a kollégák minden héten nekem, a szolgált kollégái megküldik a heti jelentést, ami azt tartalmazza, hogy ki, melyik gyerek ügyében, vagy felnőtt ügyében, milyen probléma miatt jelzett, melyik intézmény, és az intézménytől is pontosan kicsoda. Nekem ezeket összegeznem kell, és meg kell küldenem a kormányhivatalnak egy értékelés, egy elemzéssel együtt. Nem tudom, egyébként ez az első évünk volt, ugye ez tavaly állt fel az új gyermekvédelmi rendszer, arról még én sem tudok egyébként információkat, hogy az én beküldött beszámolómnak van-e, milyen következményei vannak, vagy lesznek-e egyáltalán, vagy hogy egyáltalán valaki foglalkozik ezzel. A lényeg, hogy ennek be kell mennie mindig. Ez kötelező, tehát nekem ezt előírja a jogszabály, úgyhogy muszáj beküldenem. Ez nyilván azért van, mert nézni akarják azt, hogy melyik jelzőrendszeri tag jelez, és melyik nem jelez. Bántalmazásba gondolom az önbántalmazás is beletartozik? Persze. Mert hogy az most nálunk sajnos eléggé elharapódzóban van a nagylányok körében. Ugye az önbántalmazás, és hát Andi nincs, itt nem látom, de nyilván pszichológus szemmel azért ő ezt talán jobban el tudná mondani. Én azt tudom, hogy annak is vannak különböző fokozatai, meg vannak különböző trendek. Én azt gondolom, hogy azért ott a háttér a különösen fontos, hogy miért alakul ki. Az iskolának nincs kompetenciája, hogy ezt vizsgálja, nekem meg igen, hogyha megkapom róla a jelzést. Pitti Katalin, Liszt Ferenc díjas, magyar operaénekes és udvarhelyi Boglárka előadó estje következik.
Hölgyeim és uraim, azt szeretném megkérdezni, hogy szoktak önök álmodozni? Ugye? Na hát milyen jó is álmodozni, mert azt mondják, hogy álmodozás az élet megrontója, tehát majd most együtt álmodozunk. Egy nagyon népszerű részlet következik a Csárdás királynőből. Álom, álom, édes álom, tetszettek már hallani? Következik, akit már ugyan bemondtak, de azt hiszem senkinek nem kell bemutatni. Fogadják kérem nagy tapssal a színpadon Pitti Katalin! Thank you.
szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményük arról, hogy mi kell a szerelemhez. Egy férfi és egy nő, így is van, maradjunk a klasszikus felállásban. És még mi kell a szerelemhez? Egészség, így is van. Valami? Valakinek valamilyen véleménye? Szerelem, így van. És még? Pénz. A pénzhez valahogy mindig eljutunk. Tehát előbb-utóbb. Azt mondják, a pénz nem boldogítna, de hát ha nincsen, ugye jó, ha van. Na tessenek figyelni, most el fogom énekelni, hogy mi kell a szerelemhez, jó? És nagyon figyelünk, mert utána kikérdezem a leckét, jó? Na tessenek figyelni, akkor mehetünk is. Kell, hogy mondjam, hogy mióta bejöttem a színpadra, azért én figyelem a közönséget, és nem tudom, hogy a hölgytársaim egyet értenek-e abban, hogy nagyon jó a felhozatal a férfiakból. Jaj, ki is néztem magamnak egyet-kettőt, úgyhogy most lemegyek. Hoppa, hoppa, hoppa. Drága uram, maga nős. Igen. És boldog? Boldog. Itt van a felesége, ugye? Muszáj ezt mondani. Jaj, tetszik szeretni táncolni. Nem hallok jól. Na, akkor megismételem. Igen. Ilyenkor van az, hogy fáj a derekam, a térdem, ezt még nem mondták, hogy nem hallok jól. Na, tessék figyelni! Tetszik szereti táncolni? Igen. Szuper, akkor jövök, jó? Amikor jövök, akkor táncolni fogunk, jó? A közönség meg hangos tapssal bíztat minket, hogy az Úr is érezze, hogy milyen jól csinálja, jó? Na, indítsuk akkor a zenét! Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket épp úgy hajja, mint a trójai falu. Maga páratlan vagy páros, maga csaj vagy csalható, maga házasszás vagy házasszás, a mindenkit lakó. Thank you.
Na! Na hát, hölgyeim és uraim, hogy... Szóval ne csak én kacérkodjak a férfiakkal, se csak én énekeljek a férfiakról. Fogadják újra a színpadon Pitti Katalint!
azzal indulok, hogy gyöngyvirágos kiskedem, tessenek figyelni a zenei alapra, nem össze-vissza énekelgetünk. Ügyesen, jó? Gyöngyvirágos kis kertemben mosolyog a napsugár is. Gyöngyvirágos kis kertethez hasonlít a mennyország is. Te mellettet úgy érzem én, gyönyörű szép álom ez az élet. A neveddel az ajkamon meg is tudnék hajni én. Sibolyák nyíladoznak a határban. Minden nyíló kis virágból a te fehér lelked illatom. Sibolyák, gyöngyvirágok, vigyétek el az én sújtát. Hogy a neved, a te neved, a legszentebb imádságom. És én amely
csak ott marad rózsám. Ha tudnád, amit én kibolbálja vagyok, én vagyok én. Gombhás, se marha leszakad, leszakad, lesz más, amelyik ott marad rózsám. Ha tudnád, amit én kibolbálja vagyok, én vagyok én. Következik egy olyan részlet, amiről sokan azt gondolják, hogy ez magyar nóta, vagy legalábbis hasonlít a magyar nótához, pedig ez bizony egy operett részlet. Lehár cigány pirimásából messze a nagy erdő. Indulhat is a zene. Thank you.
Jónak vége szakad. Hát bízom benne, hogy elmondhatjuk, hogy a műsorunk jó volt, de az az igazság, hogy lassan a végéhez közeledünk. Fogadják finálé számunkat, húzza csak ki világos virradatig! Mulatok vagyok,
Kedves nézőink, a Pomász TV adása véget ért, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az ismétlést megnézhetik október 18-án, 22 órakor, október 19-én, csütörtökön, 10 és 18 órakor, valamint október 23-án, hétfőn, 21 órakor. Ne feledjék elérhetőségeinket, címünk Pomász, Petőfi Sándor utca 66, telefonszámunk 0626 326 117, e-mail címünk pomasztv@pomasztv.hu és weblapunk címe, ahol adásaimból is láthatnak részleteket, www.pomasztv.hu, illetve ne feledjék azt sem, hogy adásaink már a YouTube oldalán is elérhetőek. Itt szeretném felhívni figyelmüket, amennyiben valamelyik adásunkat nem találják a YouTube-on, a Pomász TV weboldalán megtekinthetik. Munkatársaim nevében is megköszönöm, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!